Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesgé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 14 perccel. Mi pedig már itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt, hétfő van, és hát nem akármilyen hétvége időjárás a gyerekek. Srácok. Nem akármilyen hétvége, hát ez nem is tudok szavakat találni, jelzőket, se semmit. Tegnap is brutális idő, tegnap előtt is brutális idő, úgyhogy hát nem is nagyon sokat voltunk otthon, gondolom ti se, senki. Ilyen időben nem nagyon volt senki otthon. Képzeljétek el, hogy mi most ezen a hétvégén nem mentünk sehova, de egyáltalán nem bántuk. Kis kerti molyolgatás, kis fűnyírás, kis ezt megcsinálom, kis azt megcsinálom, ezen csiszolgatok, azon fényezgetek, és annyira jól éreztük tőle magunkat, annyira jó volt végre kint lenni, úgy egy egész hétvégén keresztül, hogy egy szápolóba, tehát hogy láttam még az utcákon egy csomó ember úgy mászkált. Nem félmeztelenül nyomtad, miért nem? Az egy az igazi, vagy kis kerti munka, kőműves izé, kis gatyóba, tologat, fűnyírod. Ebben a kapcsolatban, amiben most vagyok, én hosszú távon gondolkodom, nem akarom, hogy rám gerjedjenek a szomszéd. Rögtön az elején. Azonnal átkiabálnak. Janikám, jöjjön át. Sütöttem egy kis pitét, már kóstolj. Igen, gyerekek, egyébként tényleg jó idő volt. Szóval, hogy ez már járt az egész országnak, jobb az ember kedve, jobb állapotban vagy lelkileg, kerti sütögetés, napvitorla felszerelés, minden. Továbbra sem tudom, hogy mi. De... Én tegnap ezzel volt elfoglalva napvitorla. De sikerült, vagy pedig kihívtál valami szakembert? Sikerült, nem, sikerült, megoldottuk. Egy ilyen kis kerti parti volt nálunk barátokkal, és hát együtt. Nem tudtad felszerelni egyedül a napvitorlát szombaton, ezért szerveztél vasárnapra egy bulit, hogy jöjjön valaki majd. Szerveztem vasárnapra egy sütögetés, és a sütögetés közben gyorsan azt mondtam, hogy ha már itt vagy, de jó, hogy jöttél, tegyük már fel azt a napvitorlát. Amíg megsül a tegnap bepácolt hús, esetleg a napvitorlát feltenni vele valaki? Konkrétan igen, mondom, melegetek van, ne hozzam ki a napvitorlát. Tehát, hogy de, és akkor mondom, már itt vagytok, akkor kicsit akkor mondom, erre találjátok. Úgyhogy kicsit szerelés, gyerekkel bringázás. Szombaton is egész végig szabadban program, úgyhogy nagyon. Figyeltek, nagyon jó volt. És tényleg azt figyeljem, hogy az emberek nagy része még úgy sátálgatott az utcán, hogy ilyen rutinból felveszi azokat az őszi ruhadarabokat, meg melegkabáktokat, meg mellényeket, meg csizmát, meg sapkát, meg mit tudom én, jó kesztyűt, azt már nem, amiket mondjuk egy héttel ezelőtt még hordott. De marhára nem volt rá szükség. Marhára nem. De megőrülnek ilyenkor az emberek. Én szombaton mentem Leányfalura, és másfél óra volt, ami kiértem Török Bálintról, gyerekek. Másfél óra. Mindenki elindult szombaton. Hát az valami elképesztő, tehát végig Szentendre bedugulva mindenki megy Visegrádra, de hogy ilyen eszméletlen. De srácok, Szentendre bringával. Tehát, hogy így ne kocsival menjünk. Hát akkor nem azért Balázstól az... Nem, hát a Balázs mondjuk az menjen autóval, mert hogyha ők bringával mennek, akkor legalább szabad lesz az út. Na de honnan tudod, hogy a többi, aki Szentendre ment, honnan jött? Hát lehet, hogy még messzebbről, mint én. Tehát, igen. Kőszegről jöttem, rohagytám. Csak mondom, hogy most kimész, megnézed az automat, akkor ott van hátul rajta a bringatartó. Tehát ennyire voltam sportos. Biciklizni vittem a gyereket. Ja, de csak a tartót tetted föl, lássák. A hűtőrácson meg egy szétkenődött, mondtam már. Jó van, jeepes vagy, de azért látjuk, hogy te is szereted a sportot. Nem, hétfőn föl, most fönn is hagyom egy ideig, mert hogy csak rádobom a két kerékpárt, aztán lehet menni. Nagyon jó. Tegnap előtt is mentem a gyerekkel, vittem bringázni. Úgyhogy... De már olyan tömeg, motorosok mindenhol, kint a szabadban, rengeteg ember a bicikli úton. Mi szombaton mentünk át a városon, mentünk esküvőre, hát nem, át a rakpart. Az egész olyan mondom, volt, mint karácsonykor. Miért nem vagytok valahol? Tehát, hogy szabadban. Én, mert én oda mentem volna szívem szerint, ugye, de esküvőre mentünk, és akkor áll az egész. Nem is értetted. Igen. Nem is értetted. Szombaton viszont voltunk vásárolni. Hát, na, akkor azért csak kimozdultatok, akkor azért csak kimozdultatok. De volt egy kis lakás elhagyás. De az is csak azért, mert kellett vennünk ilyen kis csatlakozót a slaghoz, és beugrottunk az egyik ilyen barkácsáruházba, ami még maradt, és annyi ember volt, hát úgy nyilván a vasárnapi nyitvatartás megszűntésének köszönhetően, annyi ember volt, hogy az valami hihetetlen. De tényleg. Gyerekek, én gyűlölöm ezt a vasárnapi zárvatartást. Ezzel nem vagy egyedül, én csak egy ország. Ezt gyűlölöm, utálom, gyűlölöm. Eleve gyűlölöm, ha megmondják, hogy mikor hova menjek. Tehát
nekem eleve innen indul az egész záró, de te ne menjél vasárnap. Mi között hozzá, hogy hova megyek vasárnap? Innen indul az egész, szerintem, nem? Hadd menjek vasárnap, szabad ember vagyok, nem vagyok börtönben, hadd vásároljak vasárnap. Attól én még vagyok a családomban. Feltételezem, talán nem is vagyok rossz ember, hogy mondjuk vasárnap. De ez a egy hirtelen jött kerti dolog volt ez így vasárnap, hát azt a szakkört, hogy mire te összeteszed, hogy a kisboltban nincsen, tehát hogy nekem a minden programot tudnom kell előre egyébként hétvégén úgy, hogy én nem tudok egy spontán valamit rendezni, mert akkor meg kell venni az üdítőket, azt megveszed benzinkúton, meg kell venni a húsokat, de a hentes zárva van, akkor el kell menni az Interspárba, de az be van zárva. 4 kilométer arra kújtorogsz, bemész egy ilyen fáradt éjjel-nappal, és két ilyen besárgult csirkecombi néz rád, az mégse adhat. Ott gondolkozol, hogy honnan tudsz kaját szerezni, és ott vagy szombat este azon filózva, hogy honnan szerezzek kaját vasárnap. Így van. És ha nem gondolsz el előre, nem tudsz megcsinálni egy vendégeskedést. Csak elmentek étterembe, de én mi van otthon akarom? Ne akarjál otthon vasárnap. És van két éjjel-nappali, ami mondjuk nem olyan jó. Vagy nem hozza, vagy nem az kell nekem. Hát nem tudok bemenni egy Interspárba, egy Tesco, vagy nem egy, ahol el tudok menni normálisan bevásárolni. Csak 600 helyen, sokkal drágábban, az üdítőt a benzinkútról 4-szeres áron, a sört a nem tudom honnan 6-szoros áron, és nem azért, mert filéreskedő vagyok, de tényleg menjenek már fenébe, nem? Előre tervezzél. Én ki vagyok eztől? Előre tervezzél, ezt akarják. Igen. És ha mondjuk még 5 vendég bejön, akkor ők és már csütörtökön tudjam, hogy mi lesz vasárnap, mert ez most így jött, és nem tudtam. Aztán valahogy megoldottuk, hát nem is ettek finomat. De legalább fölrakták a napvitorlát. Legalább többet nem jönnek, érted? Ízleli nem ízlet nekik, de legalább kaja valami volt. Kaja volt, finom volt. És akkor őszre, mire le kell szedni a vitorlákat, addigra meg elfelejtik, és akkor újra jönnek. De tényleg, szóval, hogy miért kell minket szabályozni? Hát annyi helyen szól már bele az életünkbe a most a tél miatt ez a dolog. El volt záró, ugye értelemszerűen mondjuk a víz, hogy ugye ne fagyjon bele a csőben, ne legyen belőle később probléma. Most rányitottuk, és kiderült, hogy az egyik alkatrész megfáradt. Na most, hogyha ez vasárnap történik meg, akkor akkor csak hétfőn, mert ugye szakembert nem tudsz kiírni, hogy megcsináltassa alkatrészt, te nem biztos, hogy tartasz otthon, de tartsam mindenből otthon kettőt. Hát vagy várd meg a hétfőt, tehát most nem mindegy neked, hogy vasárnap nyitod meg azt a rohadt csapat, vagy hétfőt. A szikkadjon, száradjon, csak az összes. Persze a kerti csap is egy fontos dolog, csak ugye az egy olyan dolog. Ez csak egy példa. Igen, egy példa, de a kajánál, tehát egyszerűen nem tudtam megoldani. De figyelj, bármi máshol is így van egyébként, hogyha egy izzó elszáll, vagy bármi van a lakásban, amit mondjuk meg kellene csinálni, akkor adott esetben akkor nincsen világítás, akkor nincsen kaját, akkor nincsen hűtőszekrény, akkor nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz. Ekkora, én nem élem, hogy ezt visszacsinálják, vagy gazdaságban. Olvasok olyan cikkeket, hogy egyébként fellendült a dolog, mert hétköznap sokat vásárolunk. Hát egyébként nem vásárolunk többet, csak muszáj akkor megvenni. Eloszlott a vasárnapi vásárlás. Hogy valahogy igen, hogy ez még jót is, tehát nem így, hogy hol olvassa ezt az ember, melyik hírportálon, vagy melyik újságban. Igen, tehát már azt sem nyilatkozta semmilyen sok. Igen, tehát ki mondja ezt. De komolyan mondom, most először éreztem azt, hogy ki vagyok szolgáltatva egy olyan dolognak, aminek én nem akarok kiszolgáltatva lenni. Nem? Igen, mert éltünk így nagyon hosszú ideig, én azt értem, amikor megoldja az mondja, ember, persze. Nem akarom megoldani, igen. Tudod? Mert eddig meg úgy éltünk az elmúlt x évben, hogy bementél vasárnap, és csak egyetlen adalék tényleg, hogy a rohadt nyugaton, érted, ahol olyan hülyék, ugye? A kapitalista ízék, te ezek a köszönöm, hogy azok most nyitnak vasárnap, mert rájöttek, hogy az jó. Egyébként a legtöbb országban rájöttek, sem gazdaságilag nem értem meg, sem hangulatilag az emberek, igen, tehát egy csomó hátrálnak már ebből vissza, nyilván ez itt is elképzelhető majd, de szerintem elmondom, mi van. Tehát kevesebb az az ember, aki sokkal kevesebb az az ember, akinek ez most jó. Ugye van az a bizonyos vasárnap dolgozó, akit ezzel mentesítettek, de nézzük meg, hogy azok közül még egyébként hányan keresnek ugyanannyit, hányan nem vesztették el a munkájukat, vagy hányan nem keresnek kevesebbet. Tehát egy nagyon kis százalék marad, aki ugyanannyit keres, kevesebbet dolgozik, hétvégén a családjával lehet, és egyébként tényleg nem változott semmi az élet körülményeiben. Ez nagyon kevés. A legtöbb ember szerintem ezzel szív. Legalábbis nem hallottam nagyon. Vagy ugye van olyan is, aki azt mondta, hogy akkor a hétközbeni nyitvatartást meghosszabbítjuk. Van egy ismerősöm, aki eddig mint én 7-ig voltak nyitva, most 9-ig, úgyhogy még utána napi leltárt csinál, tehát ő este 11-re ér haza. Az hétközben. Most másnap reggel kezdődik. Mi van a piacokkal? Vannak piacok, vagy azoknak is a vasárnapi piac ötlete nem rossz elméletileg, ugye a klasszikusan szombaton a piac, vasárnap hétfőn pihennek a piacosok, nem hallok róla, hogy nagyon tömegesen nyitnának vasárnap. Tehát nem nyitnak. Nem, nincsenek sokkal többen. Na mindegy, jó van, ki morogtam magam. Mi volt még hétvégén? Hát valami kérlek jó? Szépen, a magyar, hogy is mondjam,
innovatív agy egyik gyönyörű példáját hoztam el nektek. Na. Benzinkúton akadtam rá, te már tudod, hogy mi ez, mondom mindjárt, János, neked is mutatom, de neked már erre nincs szükséged. Picit örülök és picit szomorú vagyok, mert ugye egyrészt marha nagy, hogy ezt valaki kitalálta, másrészt meg nem sok, mondom a hallgatóknak, Bip Stop, ez a neve a történetnek, ez egy műanyag darab, 2 forintba kerül az előállítása, én se szeretem, mondom, csak mondom neked, hogy ez az a kis pöcök a hallgatók kedvében lefotózó, amit bele tudsz dugni. A biztonság jönnek a fél része, igen. Nem kell neked, van, de a csat része. Igen, nem kell neked használtan megkeresni ezt a történetet a bottóba, és ez állítólag mindegyikhez jó ez a történet. Tehát mondom, hogy egyrészt ugye az innováció maga, egyébként pedig ne használjatok ilyet. Biztonsági övcsatot helyettesítő betét most figyelj, mert a közúti közlekedés szabályáról szóló akármit felsorolja a csávó, és ezzel megvédi saját magát, hogy ugye nem lehet úgy autózni, nem vállal semmiféle felelősséget, de ez egy szabadalmaztatott termék, és ez benzinkút tudod kapni. Aztán 300 forintot fizettem érte. Hú, de jó. Na, most mit mondasz erre? Jó, hogy van, vagy nem jó, de, hogy van? Hogy tök jó, nem, hogy van. Nem jó. Tök hát, jó. Figyelj, mindenki, tehát, hogy ha ki akar, úgyis hozzájuthat, hogyha akar, de hát az, hogy gyakorlatilag egy ilyen dolgot megvásárolsz benzinkúton, ez már picit olyan, mintha támogatnál. Mint de miben más ez, mint a cigaretta? Tehát, hogy miben más? Cigarettát is vásárolhatsz, nem? De a cigaretta nem úgy tilos. Káros, ugyanúgy beledög lesz. De az nem tilos, a biztonsági öv használata pedig kötelező. De én belugkodom az anyósülésbe. De a minek dugnál? Hát mert ha itt a csomagot rakok, az anyósülésre, én amikor tenisztársamat lerakom, ami megőrülök. Az, nekem állandóan pittyeg. Nekem ott van az anyósülés. Tedd le az ülés előre. Jön a Viki, kiszedi a izért és beköti magát. Nekem az anyósülés állandóan be van kötve. Veszek egy üveg ásványvizet, 6-osat, levágom az tedd az ülés elé. Dehogy is, beleteszem ezt. Hát tökélete. Ne, attól, mert valamit te kapsz, attól még nem ez vezet rá, hogy használ. Az fejben dől el, és utána, ha én nem kapom meg benzinkutat, megveszem bontóban. Tehát nem az a hibás, aki ezt előállítja. De ez jó, hogy ezt lehet kapni. Tehát ez, azt mondod, hogy ez tök normális dolog, hol tudjuk mindannyian. Értem a példádat a 6-os karton ásványvízről, de azért igen, ez nem arról szól. Neked adom a víz a legnagyobb kincs. De hát, ha te nem kötöd be az övet. Igen. Akkor az nem azért nem kötöd be, mert ez kapható a benzinkútól, akkor elviszed a hátad mögött és becsatolod. Ha neked az van a fejedben, hogy zavar az öv és idegesít a pittyegés, akkor ez egy praktikus dolog. Egyébként meg mit csinálsz? Lehúzod az övet, behúzod a hátad mögé, és ugyanúgy nem használod az övet. Nem ettől fogod nem használni az övet. És ugyanúgy nem élik ki a biztonság, vagy a légzsák, amikor ütközöl adott esetben? Hát ha be van csatolva, akkor pont nyílik. Ha nincs becsatolva, akkor nem nyílik. Az SRS, az intelligensebb. Ja, igen. Igen. Tehát, igen, és akkor az öl meg. Igen. Hogyha nincs bekattintva a biztonsági öv, akkor úgy szétver, ahogy hívják a légzsák, hogy öröm nézni. Hát de azt úgy csinálják meg, a kettő hatása fontos. Tehát a biztonsági öv megfog, a hát légzsák az orba le. Légzsák, ugye az SRS, igen, hogy ugye benyomod ezt, és az érzi. Így hiá. Na, az érted, szóval, hogy nem a termék előállítója minden autótípusban. Óriási egyébként. Jó, biztonsági övcsatot helyettesítő betét. Azért mondom, hogy ott igen, van de, a szeren. Igen, de nem az a hibás, aki neked ezt előállítja. Adom, az enyém nem pittyek, tudod, az egy 15 éves autóban még nem volt ilyen. Nekem mind a 8-ban van, úgyhogy én minden nap be vagyok dugva. Apu, én miért vagyok bekötve, és te miért nem? Mert én már felnőtt vagyok, majd, hogyha te is felnőtt leszel, neked sem kell bekötni magad. Igen. A legrosszabb mondat, amit el lehet követni. Hát nem. Na, szerintem szóval... meg az a baj, hogy fogja használni. Tehát akit zavar a pittyeg, és ezt nem fogja áthúzni, mert az tótul néz ki, érted, hogyha be van, neked adom, nekem mondom, nem kell. Hogyha be van keresztbe, be van húzva a biztonsági öv mögötted, az rosszul néz ki, kényelmetlen. Szóval szerintem az a baj, hogy ennek van piaca. És szerintem egy csomóan fogják használni. Ha elterjed, én egy benzinkúton találtam ezt a hétvégén, csak így meglepődtem, hogy lehet kapni, tehát nem szól ezért senki, a rendőrség, vagy a bíróság, vagy ki intézkedik ilyenkor. Hm. Mert a keresztben kötelező, tehát érted, a kötelező a biztonsági öv használata. Nem? Abszolút. Hát hogy ne is használja, és mindenki magazinok, szendvicsek, autóápolási cikkek, jogszabály kijátszó eszközök. De nem ettől játszott ki. De most nem ettől játszott ki, mondom. Nem, hát, ettől én ugyanúgy nem kötöm be, csak megörülök, hogy van és megveszem, aha, de ettől én áthúzom magamon, gyerekek. Tehát nem, na de nem, ha a termék nem fog engem kapni, felbújítani, akkor mi van, nem akkor lehet kapni? Akkor pittyegne, és akkor... De miért? Akkor bekötöd magad mögött, vagy de... áthúzod az anyósülésről, és bekötöd a tiédet. Miért pittyegne anélkül? Ezen termék nélkül szerinted hányan nem kötik be? Ugyanúgy nem kötik be, hát nem ez a hibás.
Hát most miért? De egy kicsit kevesebben nem kötni. Ó, ott van az a termék a Wunderban illatosítók mellett. Akkor ezentúl nem kötöm be magam eddig. Bekötöttem, de most már van ilyen. Ez aztán mennyire életszerű? Jó az ötlet egy nyalóka, egy Kinder Bueno a gyereknek, és apának egy ilyen biztonságú, mert apa eddig bekötötte magát, de most, hogy megvan az a termék, most már nem. Hát ez nem így működik. Nem? Hát de legalizálunk ezzel valamit, és könnyítjük azt, hogy lehessen úgy autózni, hogy nincs bekapcsolva az öved. Na mindegy, kössétek be mindannyian. Ez a lényeg. Mi volt még? Semmi? Ennyi? Jó idő, bringázás, csak is kizárólag ilyesmit csináltunk. Állatkertbe mentünk el szombaton, a két gyerekem, anyának dolga volt, kibicikliztünk az állatkertbe. Gyerekek, csodaszülők vannak, komolyan. Csodaszülők vannak. 11:00 minden nap fóka show. A legnagyobb buli, aki látta már, az szerintem soha nem felejti el, mert imádják a fókák, látod rajta, hogy élvezi, jön két hapsi, és ők vannak állandóan a fókákkal, ugrás, kijönnek a vél, lecsapják. Ez minden nap, vagy csak minden nap, 11 és 15 órakor. Nagyon arra tényleg menjetek el, mert besírsz olyan, és el is mondja, ilyen kicsit tudományos, van egy kis duma, elmondják, hogy a fókák nagyon élvezik, ők ezt nem csinálnák, hogyha nem szeretnék a dolgot. Azért ez szép ideológia. A ló is imád lovagolni, igen, nem menne magad. Hiszen természetes közegében is hatalmasabbat ugrik. Mert a cápa ellen ott például kiugrik a vízből, itt ugyanazt csinálja. Hihetetlen, múltkor láttam a National Geographic, hogy fóka populációk labdáztak, érted? Fölállítottak két kaput, és bekáztak. Mert nincs labdájuk, és azért nem csinálják. Nekik, ha jól csinálják. Igen, szájból szájba. Egyesmerve volt a bíró. Na idej, szóval a fókason nagyon jó. És megszokásból nem volt egy-két jambó sapkás, baseball ütős csáva, aki bejött és agyonvert Nem a bébifókákat, az etető bácsit, de a legjobb, hogy a medence ugye egy bizonyos területtel bír, odaáll egy csomó ember, akkor aki elől áll a nagy darab ember, attól a kisebbek nem látnak. Na most, az van, hogy a gyerek sírva mondta, hogy őt nem érdekli a fókas, és el akar menni, anyuka úgy ül, úgy állt az első sorban, hogy a nyakában volt a gyerek mondta, hogy anya, menjünk innen, nyakában volt, úgy, hogy egyébként egy 5 éves gyerek is lát már állva, látja a fókákat. Hát mama szerette volna mama a gyerek. Odáll, üvölt a gyerek, érted, hogy de anya, menjünk innen, én oroszlánt akarok nézni, vagy tigrist, vagy nem emlékszem mit, és mögötte senki nem látott, anyuka az első sorba állt, nagyon nyakába a gyerekkel, már pedig ezt megnézzük, ne üvöltsél! Nem azért jöttünk, hogy a tigris néz! Tipikus szülői archetípus egyébként. Amikor a gyereket nem érdekli, és a szülő a gyereket megideologizálva néz végig egy fókasót, egyébként őt sokkal jobban érdekli, mint a gyereket. De legalább... Szeretem! Nézd meg, milyen aranyos! De félek tőle, nem félsz tőle! Tipikus. De legalább levenné a nyakából. Az oroszlán fókát, a rohadt nagy fogai vannak. És a gyerek a nyakába orjövő. De legalább levenni a nyakából, hogy akkor mögötte lássanak. Az hogy nem hiszed el, de óriási volt, és akkor egy 5 perc után aztán a gyerek győzött. Igen, mama föladta? Fel elmentek oroszlán. Én is elmentem a hülye apáddal a drifter show-ra! Tudod, mennyire érdekel? Nagyon, nagyon. Sem annyira! Na, körülbelül így. Igen. Mi ezért járunk hétköznap állatkertbe, mert hétvégén azért ott van egyfajta koncentrációja a szülői archetípusoknak, és igen. Méretetett fél kilós kenyérrel a vízilovat Pistike, na ezt én nem bírom. Van most már önkéntes, aki megmondja, hogy nem lehet etetni. Ott áll az önkéntes? Zöld mellénybe, én is belefutottam, mert mondták a srácok, hogy a zsiráfok, úgy nézzük meg, van kis zsiráf, aki már nagy egyébként, és mondtam, hogy veszünk neki zócsemegét, és megetetjük, és egy ilyen zöld önkéntes mellénybe mondta. Húzzá az, csak majd otthon etetsz bármit is. Mert neki nem szabad adni még azt se. Na akkor bizonytalanodtam el, hogy mikor akarok hétvégén állatkertbe járni, amikor azt láttam, a víziló még bent voltak, hogy néni 2 vagy 3 kiló, ilyen kilós vekni kenyeret etetett a vízilónak, a vízilón tök unottan azon elnyerte, miközben egy óvodás csoport, vagy egy kis iskolás csoport, hátul 3 gyerek boxerral ütötte a vízilónak a hátsó felé. Nem mondd. Szegény, nem ment arrébb, de nem, mert a néni elől etette. A gyerekek meg hátul, láttam, rajta volt a boxer a gyerek. Bam, ütötték a vízilóvat, és akkor mondtam, hogy most ideig nem, majd hétköznap. De ez volt, konkrétan ez volt a két. Mondom, hogy eldurult ez az állatkert, mióta én nem voltam. A víziló egyébként nem mozdult meg. Átnézett kicsit. Boxer volt a gyereke. Nem az a madagadat, hogy melyiket ölje meg. Az öreg az, hogy aki 2 kilós száraz kegyerekkel dobálja, vagy pedig a boxerező gyerekeket. Az mennyire eldurult azért az állatkertben a szituáció, nem? Amikor boxerrel ütik a vízilovat. Elől meg a néni eteti. Mondom, Jézusom. Hát semmi nem a rég. Ők se hallották, hogy egyébként a vízilovak több halált okoznak, mint amennyit az oroszlánok egész Afrikában. Tehát, hogy így, hát ha egyszer bepipul az egyik. Na jó, de rács mögött azért itt nem tud kárt tenni. Boxerrel ütötték. Boxer. De nem szóltam. Nem az én dolgom megfegyelmezni őket.
Kisfiú, ne üssed már azt a szegény állatot azzal a boxerrel. Kezed, köcse! De tulajdonképpen ezért nem szólnak. Simán bele lett húz innen öreg. Te is kapsz egyet. Na mindegy, szóval fók a show, és jó volt. Jó volt, nagyon jó. Nagyon jó volt, de hát ez a szülő, az gyönyörű. Hm. De lehet, hogy elvált szülő gyereke volt a kicsi, aki ott ült a mamának. De az ő hétvégéje volt. Ez az hétvégén még rosszabbul járt. Legyél még egy rántott hústja. Egyszer vagy egy héten apával. Tudjál valamit, amíg iszok még egy fröccső. Apa, azért iszik, mert te sírsz. Igen. Fú, az milyen kegyetlen. Atya úr is. Na jó van, szóval akkor mindenkinek jó hétvégéje. Jó, jó volt. Nem mondom meg, hogy jó. Jó van. Játékra, drága hallgatók, jelentkezzetek. Gyorsan egy-két SMS, mert vannak már, akik írogatnak nekünk ilyen korán, és nem szabad róluk megfeledkezni. Azt mondja, hogy budafoki piac vasárnap nyitva van 2-ig. Szabad ember, szabad országban, azt tesz, és csinál, amit szabad. Írja nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy vasárnap nem jön ki a szerelő. Attól függ, hogy melyik. Vannak ilyen express szerelők, ez Jani sztoriára vonatkozik, igen. De van olyan, ahol kijön, csak felárat kell fizetni. Régen is így volt, ráadásul szombaton csak délig voltak boltok. Nekem jó egy nap, amit a családommal lehetek, ezt István küldte nekünk, ugye a vasárnapi zárva tartása. Ha ebbe születtél volna, nem hőbörögnél. Németországban és más helyen is ez van, és mégis élnek az emberek. Köszönjük. Gabi, persze, nagyon persze. Fontos SMS volt. Pro és kontra vannak érvek, nyilván, csak mondjuk akkor végdolg az egész hetet, akkor van neki egy napja, hogy bevásároljon, blablabla, bla, bla. Van, aki ezzel mondjuk a, mit tudom én, fixen 15-20 ezer forintot, mit tudom én, a családi kasszából elveszített, stb. Tehát lehet itt pro és kontra érveket felsorolkoztatni. Én örülök neki, a nejem az Aldinál dolgozik, tavaly nyáron 8 hétvégén szombatosan dolgozott, 3000-re lett kevesebb ugyan a fizuja, de most legalább együtt vagyunk, írja nekünk egy hallgató. Na, tök jó. Na, köszönjük szépen, ezek is hozzászólások voltak, így van. Van, aki már ugye játékra jelentkezik. Hogy állunk a múlt hetet illetően? Mennyire nyertünk végül? Csonka hét volt. 3-1. 3-1-re hoztunk? Igen, mert 11 hetet nyertünk. Most egyet a hallgatók és egy döntetlen. Úgyhogy ez 3-1-es hét volt a miénk. Jól állunk, nem kell félnünk. Jól van, drága hallgatók, elkezdjük a hetet, jó? Aki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t. Arcoskodhat is egy kicsit, be is szólogathat nyugodtan. Hétfő van, legalább mi is még jobban felébredünk. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Sziasztok, Király Viktor vagyok, és hallgassátok meg a vadi új klassz slágerem, Chasing Demons, itt a Klassz FM-en. Mi játsszuk az új slágereket? Klassz FM. I once found love long time ago. Légy színe most, jó? A kutyafáját, de jó zene volt, Viktor, ne haragudj. Ne haragudj, sokat dolgunk, nem, értem, hogy ez zenei rádió, meg énekelni akarsz, de... Itt más dolgok történnek. Ennyi, gyakorolj meg egy picit, aztán visszajövődsz majd. Így van. Pianinod mellé. 8 perc van pontosan, 7 óra jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ákos hírei után játszunk. Új hét kezdődik, ráadásul nem is csonka hét. Úgyhogy, hát tulajdonképpen minden esélye megvan a hallgatóknak arra, hogy végre lenyomjanak bennünket, nem? Hajrá! De tényleg, hát mondhatjuk így. Ja, arcoskodhatunk kicsit, mert hogy azért jól állunk a heti bontásban. Igen, a 13 hétből 11-en megvolt az esélyük, az nem sikerült. Egyen sikerült, egy megdöntetlen ér. Egyen sikerült, igen. Na megnézzük, ki a hét első nagyon bátor játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok! Hello! Sziasztok, hello! Hello! Egy pillanatra azt hittem Pataki Attila van a vonalban. Jaj, nem. Még pörög a hétvégi koncert után. De hello, tényleg kicsit olyan a hangod, ha már többet beszélsz, nem, de elsőre egy kicsit Attilás voltál. Hello Pali, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Gyöngyös mellől, hát Gyöngyös. Gyöngyös mellől. Milyen hétvégéd volt, jó volt? Igen, elég jó volt. Kis húsütés, tudod, kis csirkemel, kis ez, az, kis borozás barátokkal, nagyon jó volt. Na, ez egyébként jól hangzik. Pali, kivel nyitnád a hetet, kivel játszanál? Természetesen veled.
Igen? Ne, Anna, nem értek ide semmit. Ja, de itt igen. Van. Jó, mehetünk. Én felkészültem. Hát nem mondom, hogy harapós kedvemben vagyok annyira ma reggel, de meglátjuk, mire megyünk egymással, jó? Jó, rendben, oké. Na. Régóta akartál már bekerülni a játékban? Hát igen, igen, igen. Írogattam SMS-eket, persze, természetesen. Na hallgatlak, figyellek itt benneteket, nagyon jó, jó kis műsor, nagyon jó. Na, igyekszünk, hát ezt meg aztán pláne köszönjük szépen. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, itt vagy, Pali? Természetesen itt vagyok, Balázs. Na, mondtad, hogy jó volt a hétvégéd. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Kis bográcsozás, csirkemelsütés, porozgatás barátokkal. Te főzöl ilyenkor? Én is főztem, én is. Mi a specialitás? Mit csinálsz? Vaddisznópörkölt, nagyon finom volt. Vörös borral, első osztály. Te is lövöd le ilyenkor? Az állatot? Hát a vadászat az nem az én szakterületem, ott maradjuk ennyiben. Ott a vége, nem az én szakterületem. Nem, de pedig egészen jól kerülgetted az elején, már kicsit kezdtem izgulni, hogy nem lesz meg. Ez a Pali, ez egy jó játékos, aztán tévedtem. Szépen, de nem sikerült. Ügyes voltál, gratulálok. Nem játszottál rosszul. Végig kerülgetett. Fél perc lett volna még körülbelül, azt kellett volna kibírni valahogy. De nagy volt a lendület, én kicsit ebben bíztam már, a beköszönésnél hallottam, hogy nagyon nagy lendületben vagy, úgyhogy hát... Hát igen, itt az izgulás tudod, ott van. Igen. Mivel foglalkozol, Pali, egyébként, mit csinálsz? Nehéz gépkezelő vagyok. Nehéz gépkezelő vagy. Jó, hát ajándékcsomag nincs, de örülünk, hogy játszottunk. A csudi múdiba. Köszönöm szépen. Játszunk majd még, jó? Köszi, Pali. Hello. Ah, csak hogy az alapok meglegyen. Csak hogy elinduljon ez a hét. Tudjuk, hogy ki után kell menni, tudjuk. Kicsit berúgtuk a hetet. Egy nul. Nem volt rossz játékos, tegyük hozzá. Egyáltalán nem. Marha jó hangulata volt, és még azt sem tudta elrontani ezt a hangulatot, hogy csúnyán elkalapáltat. Igen. Na jó van, akkor egy nulra megyünk, de holnap újra. Újra lehet majd próbálkozni természetesen. Jó, hát elmaradt ez a Király Viktor dal, akkor leadjuk a hírek után, jó? Ne, hogy az legyen, hogy itt a Király Viktor rajongók jönnek majd tüntetni. És kiszúrják a kerekedet. Kiszúrják a kerekedet, hogy Vastag Csabinak. Kicsit eszembe jutott a beszélgetés a Csabával. Nem lehet, hogy valaki bosszút állt Vastag Csabán ezért a beszélgetésért? Azonnal kiszúrták a kereket. Bemószeroltál bennünket a Klassz FM-be. De ráadásul kétszer szúrták ki állítólag. Azt mondjuk nem értem, hogy a második pótkerék honnan volt a kocsihoz, de ez csak én itt csendesen... Biztosra megy. Már vagy volt, van nála mindig. Aha. Tehát kiszúrták, cserélt egy kereket, és azt is kiszúrták? Igen, de ez turné közben volt, tehát mentek több állomásra, és akkor mentek tovább gyorsan. Hát... Aha, nem lett egy Nikolász rajongó volt, hogy valaki? Kevesebben voltak az ő koncertjén. Hát nyilván, amikor egyébként az Andor ezt kiírta, mert ugye a menedzsere írta ki ezt a Facebookra, hogy hagyják őt békén, és izé legyen béke, azért egy fanatikus rajongónak az olaj a tűzre. Azon, na, hogy akkor csak azért is. Na, de nem? Ha kiszúrod a kerékét, akkor haragszol rá és utálod. Hát ezek a lányok, ezek szét akarják szedni, meg akarják kapni, nem? Tehát ők nem gyűlölik, vagy igen, már annyira... szeretik és nem kaphatják meg, hogy ezért már gyűlölik. Igen, átfordul. Utol akarták érni, de mivel volt autójuk, ezért nem tudták utolérni most, hogy kiszúrták mind a két hátsó kerekét, vagy nem tudom melyiket, most már utol tudják érni. Szegény Csabi, hát ez nem egy kellemes élethelyzet. Na jó van, Ákos újra elmondja a híreket, jó, várunk közlekedési híreket, mi is írjatok, ha láttok valami, mit küldjetek SMS-t. 3 perc múlva 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, hello Feri, hello Jani! Hello, jó reggel! Drága hallgatóink, itt vagyunk újra veletek, egy újabb hét indul, és mivel ijeszgeti bennünket az Ákos, hogy ma még jó idő, és aztán hétvégére valami 13 fok, mit hallottam? Igen, visszaesés, eső, hideg. Egy hétvége tavasz, és aztán újra? Nem hát tartott sokáig. Ha esélyt gyerekek. Valamit kimegyek és megverem. Az Ákost? Aha. Az mindig segít. Tudod, hogy egy jó verés az mindig segít. 31-es főúton heves belterületén a tüzépnél fehér civil Opel Astrából trafiznak. Ezt Peti küldte nekünk. Baleset Ausztriában az A2-es A3-as autópálya csatlakozásánál. Aki tud kerüljön, a sor már most több kilométeres. 6-os bevezető lépésbe lehet csak haladni a hárosi vasútállomásnál. Ezt Balázs küldte nekünk Debrecenben a Balmazújvárosi úton. Piros Fiesta fotóz.
B-kutas. Üzeni valamint új trafi akcióban, méghozzá egy rendőrautóból a 86-os főút Szombathely elkerülő szakaszán a Family Center után Geri Golf 5-öse küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Rendes. Kisöcsének egy üzenet, mert egy csokit fog nyerni, igen. Csak te voltál? Én. Kérdezett tőled valamit, igen, te igen, voltál. Hogy voltam el 86-os főúton egy tető nélküli alfában kék mintás kendővel. Minta nem volt rajtam, de kék volt, így van. Egy kék mintás az kendő volt a fejedem? Tehát állsz az útszélén és kiszúrod a ferkót a kocsijával. Hát nem, hogy mellemted, vagy mögötted, nem? Vagy megpróbált megdobni? Lehet. Nem próbál. Tudom, az népi sport, hogy be tudod-e dobni a kocsiba. Nézd már, is csetelje, dobjuk már a felüljáróról, valamit megpróbált hozzád bedobni, csak túl gyorsan mentél, érted? De simán lehet. Úgyhogy nyertél a csokit. Jó van. Aki megtalálta a tetőt, 0-76-45-00-00. Behajtódik, érted? Olyan jó lenne. Elmezik egy kicsit a hangom, bocsássatok meg, hogyha valaki esetleg megírja. Hova? Akkor. Tessék? Hova? Hogy hova ment el, annak örülnék. Aki megtalálja, hozza vissza Jani hangját. Mi az, hogy az Ákos azt mondja, hogy a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút szakaszán a BKK azt írja, illegális útbontás és sávlezárás történt. Ezt magyarázza meg nekem valaki. Illegális útbontás és sávlezárás. Tehát dolgozott ott a BKK, dolgoztak ott többen, ugye közútkezelő, mit tudom én, majd jött valaki egy légkalapáccsal, egy úttörővel, és illegálisan felbontott másfél kilométer. Na nekem ebből elegem van. Vagy megtetszett neki, hogy bontanak, és ő is bontani akar. Vagy azt mondta, hogy ha felbontottátok a Széll Kálmán teret, én ellen bontok, és ő is elindult bontani, és utána illegálisan lezárta a sávot. Hát vagy nem volt megelégedve a felújításnak a tempójával. Jó, akkor én is beszállok. Szerzett kicsi bójákat, átrajzolta a sávokat, húzott ilyen sárga nyomvonalat, amivel úgy látod, ugye, hogy nem a régi nyomvonalban megy a sáv, és ezt ő így áthúzta? Állja, te hozzad a lapátokat, Laciga, te meg hozzad a foszforeszkáló mellényeket, vagy fluoreszkáló. De hogy mi a cél? Csinálta? Éjszak, amikor nem látja senki, hogy nappal beállt a többi legálisan dolgozó munkás mellé, és kicsit Józsi, arra ne fújjál már, azon, nem is ne fújjál már. És Józsi arra fúrt egy kicsit, és ő volt az illegális útfelbontó. Ezt azt a sávot nem kell lezárni. Érdekes, ez nincs benne a kivitelezési tervben. Mit csinál, és egy ilyen álmunkásod dolgozott? Hogy lehet egy utat illegálisan felbontani? Ez az, aki kiszúrja ezt? Igen. Tehát hogy van ez? Hát a terve rajta van, hogy csak eddig kellett volna, eddig a sarokig, és tovább bontotta valaki. Ki nézi a terveket? Tegnap délután észlelték, a kivitelezővel azonban máig nem tudtak megegyezni a munka befejezéséről. Aha. Mármint... De várj, akkor ez ugyanaz a kivitelező? Vagy lehet, hogy van egy álkivitelező? Hívjátok a kivitelezőt. Itt vagyok. Én vagyok. Közben, ő már az illegális munkás illegális kivitelezője volt, és lehet, hogy mindenki illegálisan dolgozik most ott a Széll Kálmán téren, és a BKK kezdi, hogy mi el se kezdtük volna. Csak 2016-ra volt kira. Ki ez a sok ember, és mi ez a markoló? Ki ez? De most az illegális munkások illegális művezetőjével, illetve az illegális vállalkozóval tárgyalnak legálisan? Dehogy is, nem hülyülök, nem. Én csak felvetettem, hogy mi van, ha ez az illegális. Mert azt írja, hogy tegnap délután észlelték, a kivitelezővel azonban máig nem tudtak megegyezni a munka befejezésére. Na ezt mondom. És azt mondom, hogy mi van, ha... Mi... Hát ő is illegális kell. Hát legyen. Ezt mondom. Hát csak egy mi illegális az, hogy a kivitelezővel nem tudtak megegyezni? Hát, akkor... hát mert az igazi kivitelező nem tudta rábeszélni az álmunkásokat, hogy vonuljanak le, mert itt nem kell fúrni, mert többen vannak, és begyúrták a kivitelezőt. Hát ezt kérdezem, hogy tárgyalhattak egymással. Illegális visszalátás, hogy mindenki csomagoljon, menjenek haza, nem? Hát nincs, de valahogy, de vissza kell legalább temetni. Tárgyaljunk. De nem, hogy az illegális felbontást nem hagyhatod ott. Hát akkor nincs út, érted? Most a rendes kivitelező csinálja meg az illegális kivitelező által felbontott de utat? De Feri, egy illegális felbontás után még tetézik azzal, hogy illegális visszatemetést is igen, alkalmaznak? Igen, illegális aszfalt legyen az illegális felbontás de után. Ott most két csapat dolgozik. Dolgozik a legális csapat, és néha átnéznek az illegális csapatra, hozzájuk meg valamit, és végignézik, hogy ők is túrnak. Akkor lehet, hogy ők jobban dolgoznak. Az illegálisok megint kaptak védőitalt. Nézd meg, megint leültek pihenni. Vagy hogy a fenében van ez? Én imádom ezt az országot. Komolyan mondom, itt bármi megtörtént. Illegális útfelbontás és sávlezárás. De miért bontasz föl illegálisan? Hát, hogy... Már nem, mit akartál csinálni? Lehet, hogy te azt akartad felszedni, amit legálisan letettek, csak téged az ott zavar, ott laksz, emlékeid vannak, élményeid vannak, az a te kis Moszkva-teret, azt ne bántsák. Adják vissza a régi aszfaltot? Adják vissza a régi Moszkva-teret, a régi aszfaltot, igen. Én ezt nagyon szeretem. Nagyon jó, hogy ilyesmi is megtörténhet. Egy kis sítre volt szükségük? Azért így ma is torlódás várható. Nincs mostanában elég sít, ezért felbontottunk egy kisebb útszakaszt. Igen, maguk úgy is bontanak itt, akkor... Akkor... Gyerekek, szenzációs. Azt írja, aki valószínűleg nem kapta meg a pénzét a munkájáért. De akkor nem illegális.
Tehát jó, én ezt értem. Nem, hát visszament a Dafke bontani. Ja, visszament hát bontani, rohadjatok meg, akkor viszont fölisszedem, amit letettem. Aha. Igen, és visszament, hogy ő akkor ezt most felszedi. Aha. Na, akkor próbáljuk meg szétválasztani a betont, akkor cementre, a homokra, sóderre. Az úgy mondjuk nem. De azzal nem fog megkapni az a pénzed. Nem, hát. Nem tudjuk, ez csak egy alternatíva, tehát nem tudjuk, hogy valójában ez van a dolog magát, igen. De nagyon tetszik, hogy ő még a sávot is lezárta. Tehát, hogy felbontotta, és azt mondta, hogy ide nem jöttek, lezárjuk a sávot. Na jó, van, mindegy. Hát ha valaki tudja, hogy mi történt, akkor írjátok meg nekünk, jó? Jó, de csak legális hallgatóknak az SMS-ét fogadjuk el. Illegálisokat nem. Igen, illegálisan ne írjatok semmit. Ha. Na a gyerekek, ha már az illegális dolgoknál tartunk, akarok mutatni valamit. Feri, te úgyse tudod, hogy mi ez, de hát ez ma egy fontos dátum van. Tanulok nekünk, legalább. Na. Tessék? Tanulok. Tanulsz. Akkor fogadjunk, hogy UFO. UFO? Nem UFO? Akarok már UFO-zni. Már pénteken UFO-ztunk, egy kis zenei betétet szeretnénk neked adni. Ajajaj. Csillagok háborúja, csak elrontották. Hogy lehet ilyet mondani? Csak elrontották. Bizony. Hát János, te. Neked ez ma egy nagy nap. Így van. Ugye? Mi ez, Feri? Gordonka hangverseny. Gordonka. A kis bajnai Gordonka. Az új Kriáj Viktor. Szép, na várjál, ne segíts. Nem, az a baj, hogy neked ehhez romantikus lehetne a maga a dallam, de ez a dobolás, ez nem tetszik, ez valami izé, valami feszültséget generál. Igen, ha a bőrben. Már lejátszottam egyszer, csak akkor elmondtam, hogy miért. Igen? Jó, rájöttek a vonósok is, hogy ráérnek, leszálltak itt ennél a résznél. Kicsit elaludtak, elfogyott a kávé. Ja, gyerekek, hát ez zenefüleimnek és minden sorozat rajongónak egyébként. Nagy zöld mezők fölött száll a helikopter, és... Helikopter nincs benne sok. Már azzal rögzítették a kamerát, vagy azzal vitték a kamerát. Nem, sárkányról forgatták. Sárkányról inkább. Sárkányok vannak benne. Sárkányok. Királyok, királylányok, forró szeretkezések, királyárulások. Kezd érdekelni. Hatalmas lakomák. Hatalmas lakomák. Csülkök, csöcsök. Lakoma, szeme, csülök és csöcs. Csülök és csöcs, minden ami. Na, és hát ezt már lehetett látni, ez, vagy ez egy, akkor ez valami sorozat lesz? Ez mi? Egy sorozat, méghozzá Trónok harca, és hát a legújabb elindult most hajnalban. Uh-huh. Én ezt csak cirka 5 hét múlva fogom látni. Mert Lőrincre olyan lassan ér el a kábel. Most fektetik az optikai kábelt. Nem, az van, hogy egy hely megtört, és most keresik így végig, és ott egy picit így karikába hajtják, és ott megszikszalagozzák, és akkor megint kapunk jelet. Na azért mondtam, hogy ha már illegális, mert hogy indul a Trónok harca, és mindenki várta, legalábbis sokan várták, ugye? És felrakott valaki 4 részt, és őrjünk az HBO, gyerekek. Hát, én kicsit örülök, mert hamarabb lehet. Ezeket le is tudom szedni, úgy tették föl, hogy le is tudom szedni. Hát nem kell várnod 5 hetet. Hát én értem, nem kell várnod 5 hetet. Abból él, hhogy nézik, érted? Hát most. Fölraktak 4 részt állítólag, és hatalmas öröngés van. Nem há. Melyem most neked ezzel mi bajod? Az a bajom, hogy ha most nem kell várnom 5 hetet, arra, hogy megnézzek 4-et egybe, akkor, amikor majd 8-at szeretnék majd megnézni egybe, arra most 10 hetet kell várni. Hát, hogy komolyan mondom, neked nem lehet semmi jót csinálni. Beigazódott a készítők félelme, mert hogy egy torrent oldalon kiszivárgott az 5. évadának első 4 része. Aha. Egyszerűen nem értem, hogy. Tehát ott van a készítőknél mondjuk egy VHS-en, most legyünk nagyon primitívek, egyszerűsítsük le a dolgot. VHS-en. Azt te sokszorosítod, és odaadod a Józsinak, akibe te nem bízol, és ő kiadja a büfésnek, aki felteszi. Hogy kerül ez ki a készítőktől? Hogy a portás hogy nem szúrta ki? Ott nem kell megnézni a csomagokat? Nincs montazás. Legyen szíves, mutassa meg a szatyrát. Igen, ez a VHS között a családi videó. Oké, viszontlátásra. Gyerekek, több mint 7 millió illegális letöltéssel. Csak mondom, a Trónok harca továbbra is a legnépszerűbb tévésorozat a felcserélő oldalakon. Mondjuk nem, tényleg jó sorozat egyébként. Nagyon jó sorozat. És valahol kijön az izgalmat a várakozásból, meg az egész. Tehát, hogy azért egy sorozatnak a lélektanához, annak, hogy egy sorozat igazán sikeres legyen, meg jó legyen, az is hozzátartozik, hogy tényleg benned van az izgalom, hogy mondjuk 1-2-3-4 héten keresztül vársz, hogy megkapd a következő adag trippedet, nem? És akkor itt meg egyben megkapod. És itt meg egyben megkapod az egészet. Hát egyébként is így nézed, nem? Hogy egybe vársz 4-et, és utána megnézed. De valahogy nekem az izgalom, a várakozás, az kell.
Jó, most mondjuk vártunk a két évad között eleget, de ettől függetlenül is. Meg az elcsóró embert nem értem, így szépen fogalmazva, hogy ő miért csinálja. Tehát aki megszerezte, aki bement a vetítésre, fölvette, ellopta a VHS kazettát, oké, de hogy mi benne a jó? Mert nem mondhatod, hogy én loptam el, hiszen akkor ugye megbüntiznek, érte? Ugye? Tehát, hogy mi benne az örömforrás? A közkincsé akarja tenni. Igen, csak azt felejtette el, hogy ez tudom, hogy pénzbe is kerül. Hova teszik föl a saját torrent oldalára, és hogy hova tölti ezt föl, nem tudom. De szerintem ezek után ingyenesen leszedhetők, tehát olyan nagy biznisz nincs benne. De ehhez a részéhez nem értek, én csak leszedem. Én a lélektárt próbáltam. Tehát én csak leszedem. Ha jó minőség, ha nem jó minőség, akkor nyilván megvárunk egy jó minőséget. De felhívjuk Bruzsit, aki fordította, nem azért, hogy spoilerezzen nekünk, csak egy kicsit mesélj. Már panaszkodhasson, hogy most mennyi dolga lett hirtelen. Hogy most hirtelen mennyi dolga lett, ugyanis vannak a számomra nagyon szimpatikus munkát végző, úgymond ingyen feliratozók, akik önszorgalomból, szerelemből látnak el bennünket felirattal. Ez mindig egy érdekes dolog. Nagyon jó arcok. Egyébként. Jó arcok, éjszaka fordítanak nekünk, kijön vasárnap egy rész, ők azt már hétfőre lefordítják, de teszik mindezt teljesen önszorgalmilag, hogy így mondjam. Aha. Nem? Hát ők ezért nagyobb fizetést nem kapnak. Kétféle dolog miatt is nagyon jó. Ez egyrészt vannak, akik eredeti nyelven szeretnek megnézni sorozatokat, a kedvenc sorozatukat, amiket adott esetben Magyarországon is játszhatnak, meg leadhatnak, már szinkronizált formában. De néha tényleg jobb az eredeti nyelven megnézni, nyelvgyakorlásnak sem utolsó egyébként. Nem az én szempontomból természetesen. Ha valaki éppen ott tart, ugye? Te is gyakorolsz, hallod, hogy angol. Nem ő az olvasás gyakorolja. Éven rögtön szóltál azoktól is, nyomok egy pausét. Megint angol. Tehát hallod, hogy... Ez a Bruzsi gyerek is a korán bűnelkövető, beszélnék vele? Korán? Hát a Koránt nem fordítottam még le, nem, azért a Koránhoz nem. Nem, ő nem iszlám fundamentalista, ő csak egy srác. Már hogy érted, hogy bűnelkövető? Hát ha nem... Hát, egy torrenten fönt lévő filmre feliratot készíteni, azzal a lakosság azon részét, aki nem beszél angolul, is buzdítod arra, hogy letorrentezze ezt a filmet, vagy hogy mondjátok ti, akik ezt leszeditek. Nem, ez csak egy ilyen hozott tartalom. Igen, plusz értéket ad hozzá. Hát, ha már valaki fölteszi, azt ő lefordíthatja egészen nyugodtan, akkor követne a szentségtörés, mondjuk szerintem nem. Ha ő tenné föl, mert mondjuk egy kritikus, aki megkapta, akinek kiküldték, és akkor ő aljas módon ezt kiszivárogtatja. De hát, ha már fönn van, Bruzsi, imádom, hogy fordít. Hát ez... Én azt is el tudom képzelni, simán, hogy a hivatalos DVD meg Blu-ray mellé azokat a feliratokat tolják be egy élelmes forgalmazó, amit ők csinálnak. Hát persze, mert akkor már nem kell érte fizetni, ott a kész anyag csak fölrakod. Magyarországon azt hiszem, továbbra sem bűhely leszedem. Ha én tárolok, vagy nem tudom, mit csinálok, nagyon sokat bizniszelek vele, az igen, én leszedem, megnézem, letörlöm, és mindig így csinálom évek óta, semmi nincs a merev lemezen. Itt egyszer engem elkapnak 16 év, 1000 évig leszek börtönben. Semmi sincs meg a gépet, jönnek! Texas államban 4-szeres halálra ítélés, 4000 év, amit kiadnának nekem a merev lemezen miatt, ami azon rajta van, mint mennyiség. De Magyarországon egyébként ez semmi bajt, vagy rosszat nem követsz el, hogy te letöltöd, megnézed, törlőd. Tehát ezt ebben a formában lehet. Na, itt van velünk Bruzsi, aki már szerintem fordított is. Hello Bruzsi, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Kész vagy már? Igen. Hány része? Már mikor? Egyel csak még. Hallottad, hogy felkerült 4? Hallottam, én tegnap reggel erre a hírre keltem, nem örültem neki, illetve annyira nem voltam boldog, mert ez a nyomás az azért megvan, hogy akkor most mikor lesz kész mind a 4 rész, mikor lesz kész mind a 4 rész. Ez mi, ahogy egy egész ország kis túlzással várja, hogy te mikor végzel a feliratokkal, és mindenki, aki sorozatfüggő, és nagyon sok hallgatónk sorozatfüggő, az tegnap előtt arról beszélt, mondogatta magában, hogy vajon Bruzsi mikorra csinálja meg. Hétfő reggelre, estére, vasárnap éjszakára azonnal szinkron fordít. Tehát azért ez így jó, nem? Hogy arctalanul mégis tényleg mindenki ismer. Hát valamilyen szinten igen, persze jó érzés, meg azért hálás is vagyok annak, hogy ennyien követik az én feliratommal, mert ezek szerint jó munkát végzek. De azért benne van a nyomasztás is, te is ugye ezt a kifejezést használtad. Tehát én szoktam olvasgatni a kommenteket, és nem is mindenki annyira udvariasan nyomaszt. Hol az anyádban vannak a feliratok? Bozsikám, ne aludjál! Persze, ne, hát az interneten ugye a névtelenségben eléggé könnyen elszabadulnak egy-két embernél az indulatok, de ők tényleg mindig csak a hangos kisebbség, tehát jó, tud néha frusztrálni, én is néha kiakadom, de azért a többség teljesen kulturáltan és türelmesen megvárja, amíg elkészülik felirat. Számomra mindig baromi nagy rejtély, hogy ti ezt tulajdonképpen jó szavakért csináljátok önszorgalomból. Pontosan. Nem? Tehát, hogy semmi fizetést ezért nem kaptok, hogy egy ország fele nézi mondjuk a trónok harcát úgy, hogy te azt lefordítottad.
Nem, semmit. Semmit. Ezt tényleg pusztán azért csináljuk, hogy másoknak jó legyen, mások is. Nyilvánvalóan nagyon jól esik, hogyha mások megköszönik ezt nekünk. Vannak is növendékek, akik rivalizálva veled, mondjuk 6 órakor fölteszed a Trónokharca első évadának első részét, és ő 5:50-kor fölnyom egy fordítást, ami kicsit hibás, kicsit, de megpróbál Bruzsi 2 lenni. Van ilyen? Tegnap volt például egy felirat, érkezett egy felirat, mi olyan 7 felé lettünk kész, mert azért mondjuk el, hogy a Trónokharcát nem egyedül csinálom, hanem ketten csináljuk. És ilyen milyen este 7 felé lettünk kész a felirattal, és 6 óra környékén valaki elkészített egy saját verziót, amit elküldött. Én ugyan nem láttam, de azért hallottam, hogy eléggé hibás volt. Tehát nem volt a legjobb. Google Translate. De ült egy kis angol szótárral a hónalat, és fordítgatta. Hát igen, majd, hogy nem. Ilyenkor ti eredeti szöveget kaptok egyébként, vagy hallás alapján? Kapunk. Hát egy angol feliratból dolgozunk legtöbbször, amit valahonnan begyűjtenek. Aztán, hogy azt angol, tehát azt már hallás után gépelik-e be, vagy mondjuk egy hallásérült sávot, feliratsávot használnak fel hozzá, az már igazából nem számít nekünk. Mi az, hogy kapunk? Kitől kapsz te ilyet? Hát az internetről. Ja? A Trónokharca forgató brigádja átküldi. Majdhogy nem. Tehát itt azért, igen. Itt azért vicces, mert tényleg rengeteg országban vannak ugye ilyen fordító brigádok, akik az adott ország nyelvére lefordítják a sorozatokat, de szinte mindenki ugyanabból a forrásból dolgozik, az angol feliratból, és annyira nem nagyon szoktuk elgondolkodni, hogy azt az angol feliratot kicsinálja, hát azt is valaki megcsinálta. Ezzel nem abajgatnak téged, amit én fölvetettem itt az elején, hogy gyakorlatilag te arra ösztönzöl a magyar fordítással, hogy egyre többen töltsék le a dolgot, tehát egyre többen jogsértsenek. Ezzel téged nem szoktak megtalálni? Igazából nem. Én is tudom, hogy ez egy ilyen kicsit homályos területnek számít. Furcsa területnek számít, de ahogy a Balázs is mondta az előbb, hogy igazából én is úgy gondolom, hogy az a adott epizód már fönt van. Az igény megvan arra, hogy azt valaki lefordítsa, és azt ezek szerint valaki le is fogja fordítani, azt pedig már csak rajtunk múlik, hogy akkor azt én csinálom, meg valaki más. És mondjuk hogyha én csinálom, én tudom, hogy én minőségi munkát fogok kiadni, az nem jelenti azt, hogy más nem tud minőségét kiadni, de azért én ezzel mondjuk megnyugodtam egy kicsit jobban. És a sorozatoknak a felosztásai egymás közt az hogy működik? Igazából igen, úgynevezett foglalásos alapon. Tehát aki először azt mondja, hogy ő ezt szeretné vállalni, annak van egy ilyen alapvető joga rá. És akkor onnantól kezdve ő fordítja? Onnantól kezdve ő fordítja, amíg azt nem mondja, hogy akkor vagy bevesz valakit maga mellé, mert nem bírja, vagy azt mondja, hogy akkor ő szeretné átadni valaki másnak. Ti ismeritek egymást, a fordító brigád, vagy csak így? Sokan, igen. Aha. Nem mindenki, mert természetesen nem lehet mindenkivel, folyamatosan azért van fluktuáció ebben a fordítói csapatban, de akik régebb óta csináljuk, ráadásul akik Budapest környékén élnek, velük azért össze találkozunk néha. Ezt tök jó, egyébként összefutnátok így mondjuk így utcán, soha nem találkoztatok még, és akkor mondja a polgári civil nevét, nem tudom milyen Lajos, és akkor aki elkiak, ne arra, hogy nem ismerek, Pinty, ja így ismerlek. Igen, milyen egyébként, jó? Anélkül spoilereznénk, jó a dolog? Jó volt. Én még az első részt láttam én is. Oda vágnak? Nem láttam mind a négyet, de jó volt az első, igen. Ez a talapozás volt, tehát látszik, hogy hova akar, vagy tehát fölvették a fonalat is, igazából ott folytatják a labdát. Kicsit az előző évad, az laposkább volt, tehát én többet vártam, én most szerintem remélem, hogy ebben az évben kicsit oda pirítanak, és lesznek nagy háborúk, sárkányok, minden, mert az előző az jó volt, de egy ilyen kicsit megúszós évad volt. Hát lehet. Te miket csináltál még, Bruzsi, a Homeland, a tiéd? Homeland, igen, én csináltam a Homelandet. Aztán, hát azon kívül még igen sok sorozatot, tehát mondjuk ami ilyen nagyobb profilú volt, az tényleg a Game of Thrones, a Homeland, talán a House of Cards című szíria Kevin Spacey-vel. Amit láttam pontosan. Még sorozat, az Onidn család. Azt nem voltál? Azt nem én fordítottam. A Guldenburgok örökké. Úgy de szép volt az is. Ezek a legjobb sorozatok. Mennyi egy rész körülbelül fordításon, mennyi időt vesz neked igénybe, hogy leülsz, fogod az angolt, nézed, fordítod, tehát ez gondolom órák, nem? Tehát ez órák, hosszú meló. Persze, sorozattól is függ, hogy mennyire nehéz a nyelvezete. Mondjuk a Game of Thrones felesről alapból ketten csináljuk, az ilyen 3,5-4 óra fejenként, mondjuk egy House of Cards kijön 8-9 órára. Kapsz nagyon sok e-mailt, hogy valamit félrefordítottál nem jól, azt nem úgy kellett, miért így írtad, gondolom, hogy okoskodnak, nem? Egyet-kettőt, igen, de igazán elhanyagolható a számuk, és mondjuk az is igaz, hogy egy részében természetesen igazuk van, mert mindenki követett el hibát.
Csak itt van barátnőd, Brúzsi, vagy a barátnőd is virtuális? Tehát, hogy te olyan virtuális világban élsz, hogy még a csajok is virtuális. Ne, nem virtuális. Eszembe, hatalmas mellű mangalányt kell eltűnni. Egy japán 18 éves mangalány, igen. Nem. Ne, erről nem beszélsz akkor. Jó, mert... Figyelj, és odafigyelszetiket az eredeti regényre? Persze mindenképp. Hát én alapból úgy kerültem bele ebbe az egész Game of Thrones fordításba, hogy én már sorozat előtt is szerettem, olvastam a regényeket. Úgyhogy nyilvánvalóan akkor, amikor elkezdtünk fordítani, eldöntöttük, hogy ugyanazt a terminológiát szeretnénk használni, amit a regényben volt, hogy azok is érthessék, meg azok is könnyebben érthessék, akik már korábban olvasták a könyveket. Úgyhogy most tényleg erről szól a Trónok harcának, ez az egyik legnagyobb nehézsége a fordítás közben, hogyha találkozunk egy idegen szóval, amiről tudjuk, hogy az mondjuk egy tulajdonnév, akkor meg kell tudjuk, hogy a könyvnek a fordítója aznak mi volt, a milyen nevet adott az adott helyiségnek vagy városnak. Szoktál nézni, az HBO-s szinkron és a te fordításod között egyébként van különbség? Tehát van, amit máshol fordítanak? Nem nézed meg, vagy nem hasonlítod össze, hogy az HBO-t szinkronizált? Aha, csak úgy kíváncsiságból. Biztos vagyok benne, hogy semmi között, tehát semmi hasonlóság nincsen, maximum az, amit egyszerűen tényleg nem lehet máshogy fordítani. Az HBO sokkal korábban azért készen van vele, mint mi ezzel a felirattal. Tehát ott nyilvánvalóan nekik korábban megvannak a kópiák, odaadják fordítóknak. Hát ők jobban rá tudnak készülni, más apparátussal dolgoznak, persze. Pontosan. Brúzsikám, az Isten tartson meg téged jó egészségben, erőben, a kis puha kezeidre nagyon vigyázzál, az honnan agyadra. Tudod, hogy milyen a keze? Az angol szótárodra, a nyelvtudásodra, ne verd be a fejed, hogy ne emlékezzél semmire, hogy te vagy Brúzsi, aki fordít. Az egészség egyre nagyon ügyel, ne felejtsd el, hogy még három rész van, úgy. Nem is tartunk fel. Nem 3-9. De még 3-4-ből, ami kisivárgott. Igen. És aztán jön az új Homeland majd nem sokára, úgyhogy vigyázzál magadra nagyon. Jó? Jó, rendben, köszi szépen. Köszi, hogy vagy nekünk. Brúzsi, köszi, ciao, hello. Hello. Jaj, gyerekek, hát ha valaki nem kezdte el nézni, még elkezdheti mondjuk Feri. De most így belecsaphatok, hogy nem láttam az előző évadokat, a csülköket és a csöcsöket. Figyelj, simán, letekered, simán, tényleg jó sorozat, nem mondunk rosszat, Jani, tehát a Trónok harca, ha szereted a kardozós, skifi, nem skifi, és kicsit fantasy, sárkányok, lézerkart, piszne. De nincsenek sárkányok, vannak benne. De nincsenek sárkányok egyébként, érte? Hát, ez igaz. Ja, ez egy film. Jó, fekete maszkos emberek sincsenek, akik rám teszik a kezedet, és majdnem megfojtanak. Na, és űrhajókkal közlekednek, és fénykardokkal jönnek, de azért egy csomó minden nincs, ami a filmben. Hát egy csomó minden nincs, ami a filmben megtörtént. Nagyszörös állatok és kicsi emberhangon beszélő robotok sincsenek. Most kell megtudja, mennyi éves. És ez a csülkök, csak ez tényleg van? Vannak bőven. Csülköket manapság nem ismerem fel annyira, de az utóbbi van. Jó sorozat egyébként, tényleg. És hát a Homelandről nem is beszélve. Na jó, van, drága hallgatók, ti pedig jelentkezhettek játékra. Jó, ha valaki szeretne Óven bácsival, Beru nénivel játszani, akkor írjon nekünk nyugodtan SMS-t. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánok mindenkinek, gyerekek. Hát ez is egy filmhez kapcsolódik egyébként, ez a zene, ugye? Egy jó kis Michael Jackson volt, a Beat It, ugye? És hát ez a Visszajövőbe című film, ami hát nekünk nagy élmény, nyilván. Vannak, akiknek nem, Feri, de hát, mi nem láttam, tudjuk, hogy nehéz. És nincs meg az öreg Dr. Emmett Brown, de, és az időgép, van. És Michael G. Fox, és... Meg. A régiek azért, azokat én megnéztem. De hogy van meg, hogy valaki ezt elmesélte, vagy láttad a plakátot? Igen, meg vagy volt hogy? Az a plakát, a Visszajövőbe, ez volt rajta, volt egy őrült csávó, ilyen furra nagy hajjal, azt elmesélték, hogy visszajött a jövőből, kész. Ennyi. A műfázba elmegy, az új kígyósi műfázba elbábozták neked. Műfázba, igen, volt ilyen, ott is volt egy áramkábel, amit ráakasztottuk a Dorient, vagy Delorient. A Dorit, ráakasztottátok az áramkábelre, hát igen. Hát a Dorit másra akasztott, Istenem, de szép. Pillanat, tekerts, csele! Mindjárt folytatódik az előadás. Ó, nyikorgós, fa, székes mozi. Ó, de szerettük. Jó, és az egyébként. A Nagytétény út és a 6-os bekötő út a 22. kerületben a Háros út és a Lányka utca között kerékpáros gázolás miatt elesett Karaj küldte nekünk. A 6-os főúton már a nullás lehajtóig áll a sor baleset miatt, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen, és a 11-es Pest felé már most áll. Ez is SMS-be jött. Kitartás, foglalkoztunk vele a múlt héten egyébként, és alakul az út. Csinálják, úgyhogy épül, nem sokára tényleg átadják. De jó. Ott lesznek a virágaid majd? Mit? Hoppá, Kiki Reach-ből fogjuk kirakni természetesen a Morning Show logót majd a közepére. Nagyon szép lesz, nagyon jól fog mutatni. Na, megnézzük ki a játékosunk. Óven bácsival és Benonén bejátszunk.
már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Gergő. Hello, Gergő. Honnan hívtál minket, Gergő? Most éppen az M0-áson tartok, megyek le Miskolc fele dolgozni. Mit dolgozol? Én egy ilyen szélzes tanácsadó vagyok. Magyarország legnagyobb telekommunikációs cégénél. A begyárját. Nagy halat fogtunk, gyerekek. Nagy halat fogtunk. Azt a mindenség. És hogy adják el jobban a telefont? Azt tanítod nekik? Igen, internetet, televíziót, például HBO előfizetést is ugye adunk el, úgyhogy a Trónok harca vonalon én is érintett vagyok. Na, miért láttad már, hogy elküldték nektek, és megnézhettétek a részeket? Megnéztünk egy részt külön az Arena plázában. Igen. Volt kezdben. Ja, volt egy ilyen, vagy volt egy csak kiváltságosoknak. Egy különvetítés moziba, így van. Hát igen, olyanoknak, akik ilyen szakmailag foglalkoznak az HBO-val. De nem te raktad föl utána, vetted föl egy telefonnal, és raktad föl, és a további három részt is. Aha. Nem, nagyon nagy szigor volt, biztonsággal ellenőrizték, hogy ki van a kapcsolva a telefon. Vízgyeres is volt a jobb felső sarokba, ki volt írva, hogy melyik előadás, regisztrálni kellett igazolvánnyal, úgyhogy ez komoly. Titoktartási nyilatkozat. Az azért nem volt, de azért odafigyeltek. Hogy a végén bele kellett néznetek egy ilyen fura vakító fénybe, ami egy pálcából jött ki, amit fekete napszemüvegös emberek tartottak a bejáratnál? Pontosan, egész pontosan így volt. És te láttad a többi évadot is, és vagy újként ültél be, és kezdted el ezt nézni? Nem, én a kezdetektől fogva követtem, és én nagy rajongója vagyok, és már nem is az első ilyen esemény, amire elvisznek, és most elvileg május végén Hollandiában lesz egy ilyen kellék kiállítás, vagy ilyesmi, amire megyek velük, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ez szakmailag is így ott van nekem. Ha hoznak, visznek? Hát nagyon. Rendes cégekkel vagytok ti összeköttetésben egyébként. Bár amúgy a Szentgrát még nem sikerült elérni, hogy forgatásra eljussak, úgyhogy innen is üzenem nekik, hogy még szívesen mennék. Hát itt forgatják a szomszédban egyébként, bizonyos részeket Horvátországban forgatnak. Így van, volt is róla szó, csak aztán nem volt már elég hely. Tehát úgy szoktuk, hogy vannak az üzletkötők, ugye, akik járnak házról házra és értékesítik ezeket a csomagokat, hogy nekik szoktunk ilyen ajándékot. Például ezt a trailerét is az 5. évadnak, azt leszinkronizáltuk az ő stúdiójukban. Aha. Hát biztos, nem kötötti elég biznisz, azt nem vitt el a cég. Még egy kicsit hajtanod kell a bónuszért. Úgy lesz. Vagy kell csinálni egy filmes blogot, érted, és eleget nyalnod. Ja, nem tudom. Az mondjuk nekem is furcsa volt, hogy máshogy újságírók elmertek, de hát nyilván nagyon limitált a létszám, úgyhogy ezt meg kell érteni. Nem baj, egyszer belülhetsz is a vastromba. Ne, így van, arról sokan álmodoznak, igen. Jól van, Gergő, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, hallgass meg először. Oké. Elindult a filmvetítőgép, vagy valami régi? Új kigyorsi mozgó. Az, így is van. Hát ilyen elátta Feri a visszajövőre. Bizonyám, három tojásért engedtek. Ezzel az audióval. Három tojásért. Igen. Na, és kicsit változtattunk Óven bácsin abból a szempontból, hogy most már nem csak hallgatnak valamit, hanem sorozatokat is néznek ezen túl. Ugyanis sorozat zenéket is fel kell ismernetek majd, jó? Kedves játékosok, tehát Óven bácsi Beru néni már nem csak zenét hallgat, hanem leül a tévé elé és néz valamit. Tehát a kérdés mostantól úgy szól, hogy mit néz, vagy mit hallgat Óven bácsi. Beru néni, mindig fogunk segíteni, hogy most éppen néznek valamit és azt hallgatják, így. Vagy csak simán zenét hallgatnak. A Tatooine Home kábel TV-rendszeren. Végre bekötötték nekik is az IPTV-t. Igen, úgyhogy most néznek valamit. Felkészültél? Fel. Azt kellene kitalálni, hogy mit néznek. Jó, egy sorozatot, nagyon rövid lesz a részlet. Figyelj! Könnyűvel indítunk. Jó? Óven bácsi Beru néni, néz valamit. Egy sorozatot. Hallgassuk meg még egyszer. Mit néznek? Figyelj! Hát a rövidből azt... Várjál, ha ne kérdezz rá, nehogy elmenjen a lehetőség, ha nem vagy benne biztos, vagy hallgass meg még egyszer, vagy jöjjön egy hosszabb részlet. Jöjjön egy hosszabb részlet. Ilyen cukik ott ülnek és nézik ezt a sorozatot. Jó sorozat volt egyébként, figyelj, jön egy hosszabb részlet. Milyen jó minőség. Milyen jó minőségben nézik ezt a sorozatot. Hát, nem, annyit segítettek, hogy magyar vagy külföldi? Hát nincs meg ebből ez a sorozat. Mikori vagy? Mikor születtél? 81-es. Hát akkor pedig, figyelj, ha te nem is a szüleid, biztos, hogy nézték. Hallgass meg még egyszer, figyelj, hát a beugrik.
Az vagy a 80-as feket nem itthon töltöttem, úgyhogy... Hol voltál? Lehet, hogy nekem az USA-ban éltem. Ja, ott is nézték, csak letagadják. Igen. Várjál, kórház a város szélén. Ez most honnan jött? A biztonsági osztályról egy nagyon rendes kollega küldte el SMS-ben. Elküldte SMS-ben? Küld vissza neki az SMS-t. De valami csúnyát írjál oda. Valami csúnyát írjál. Figyelj, akkor egy nagyon hosszú rész üres ajándékcsomagért, figyelj, már csak a szatyor van meg. Oké. Anyám, itt már sírt. Nem tudom, melyik nap ment, de én nagyon szerettem. Itt már én is sírt. Ez nem a kórház a város szélén. Nem tudom. Nincs meg, jó. Nem, sajnos feladom, köszönöm szépen, de nem tudom. És Mihály Bayer írta, Gergő, ez a Guldenburgok öröksége, ezt nézi Jóve bácsi és Beru néni. Ja, hát ez nekem kimaradt teljesen, hát erre most halok előtt. Nem mindenki szerette, lehet, hogy te is ezért születtél. Anyujék se csípték annyira. Hát, szomorú vagyok, hogy egy új fejezet Óven bácsival, Beru nénivel sorozatokat is néznek, már az így indul, hogy nincs egy szép megfejtés. Igen. Hát lett volna a trónok harca, akkor ment volna. Igen. Guldenburgok öröksége, pótolt be, nagyon jó egyébként. Jó, köszönöm szépen. Most felnőtt fejjel talán kevésbé élvezhető már, de akkor azért ez jó. Jó, 5.1-es DD-t nem találsz belőle, ezt mi átküldük egy Dolby C-n, élle. Igen. Nem egy Homeland, vagy nem egy House of Cards, de nagyon jó, Guldenburgok öröksége. Gergő, nincs ajándékcsomag, köszi a játékot. Így jártam, köszönöm szépen. Köszi. Hello. Fognak moderneket is nézni? Inkább csak ilyen. Régieket nézze. Van mostan is. Jó. Jó. De egy picit majd hallgass bele, majd Zsűr, mielőtt adásba küldjük őket. Guldenburgok öröksége, én szeretem. Úgyis tényleg sokat nem hallunk belőle, csak az elejét. Jó, tehát ezentúl nem csak hallgatnak valamit, hanem néznek is. Jó, naponta változik majd, hogy Óven bácsi, Beru néni milyen sorozatot néz. Van egy Trafink Jani írta nekünk Balmazújvároson, méghozzá a vízműnél. Úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Jó, 3 perc múlva pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ma még marad a jó idő, olyan meleg lesz, mint tegnap, aztán délutántól, gyerekek. Délutántól jönnek a gomoly felhők, és hétvégére visszaesik a hőmérséklet. Csak hogy azért ne örüljünk olyan nagyon, nem? Tehát jó, oké, megmutatta magát a tavasz, de akkor hétvégére egy gyors 13 fok azért az úgy kijár. Azt hittem, hogy változik valami. Meg kimentem, megvertem az Ákos, de hát hogyha kell, akkor kimegyek még egyszer. Miért az Ákos bántod? Mit csinált most ő? Tőle származik az információ. Ja, hogy rossz idő lesz hétvégén. Igen, most már én is. Én is olvastam. Jó, de még messze a hétvégem, amíg ki lehet élvezni a jó időt, lehet menni fókasóra az állatkertbe, ahol ülnek emberek. Feri volt, és elmesélte egyébként a szülői archetípus egyik mintapéldányát. Igazi fóka, nem Feri volt a... Nem én voltam a hal. Amikor a szülő jobban akarja a produkciót, mint a gyerek üvölt, hogy fél a fókától nem akarja, egyébként is menjünk oroszlán nézni, mindezt a szülő nyakában teszi egyébként, és hát ugye üvölt. Itt állunk az elsősorban, semmi jut sehova! Senki nem lát tőle, mert okosan azt csinált, hogy az olyan korú gyereket, akit el lehet egyedül engedni, őt előre küldöd, nézed kicsim, te meg megállsz hátul. Ugye, mert ellátsz a gyerekek fölött, kivéve, ott van anyu. Nézd be, milyen aranyos! Hogy most nem látok és semmit elbe! Menjen már, én elhattam ezt a rohadt fókát! Ugyanannyit fizettem egyet, mint maga! De, harcos. Egyébként nagyon érdekes ez a dolog, hogy hány ilyen archetípus van, nem? Hogy hány ilyen sztereotípiát tud felállítani szülőről. A gyerekét a fagyizónál előre lögdösős, de csak azért lögdös a gyereket, mert ő jobban akar fagyit enni. Mondjad már, milyen gombócot kérsz, hadd kérjek már én is, mert nagyon kívánom az édeset. Nem tudsz dönteni. Mondjad már, mit kérsz? Na, Piske nem akar fagyit enni. Nem kér, a szülő jobban kéri a fagyit, de lögdösi előre a gyereket, és beleerőszakolja azt a rizs fagyit, de egyébként ő 8 gombóccal távozik. Ez is egy tipikus, nem? A valamit kínálnak, ingyen ajándékot osztanak, játszóház, állatkert, nem tudom, lögdösi előre a gyereket, de igazából ő akar belőle venni, és neki kell az az ajándék, de beáldozza a gyereket, hogy menjél előre, aztán ő odaér, és akkor rámarkol, és elhoz 20-at. Ez is egy típus. Nagyon sok ilyen szülői típus van. 4 éves gyereket, anyu, fotózni akar a gyerek. Igen. Nem, azt se tudja, ki vagy. Nagyon igazad van, tudom. Azt se tudja. De mert hallgattuk múltkor is reggel, hogy... Igen, nekem erre van egy mondatom. Tudod, ki a bácsi, kicsim, aki én vagyok a bácsi?
Én ezt nagyon gyorsan helyre teszem. Mondom, ne. Megütött a Rákóczi, megütött azt a kisgyerekem. Mondom neki, hogy veled nagyon szélesen fotózkodom, csak ne a gyerek. Meg amit utálok, fogjam meg a gyereket, mondom, és ha lejtem. Nem, soha nem fogom meg én. Mondom, nem szoktam lejteni a gyereket, de nem érted. Ennél nekem sokkal durvább volt. Voltunk két végén, valamikor, nem most, 3 héttel ezelőtt wellness szállodában, 4 hónapja, tök mindegy. Fogom a Benit. Ami kicsi volt, tehát régebben volt, direkt úgy mondom, hogy most voltunk, nem régen volt, de kicsi volt, a Benit 2 éves, itt ült a kezemen. Oda úszik mellém a szülő, szia Balázs, szia! Mondom, szia, visszafogott vagyok azért ilyenkor, tehát nem borulunk egymás nyakába. A gyereked, te gyereked? Nem, itt találtam a vízbe. Következő van, hadd fogja már meg egy kicsit. A víz, hadd fogja a 2 éves gyerek. De ne, tök mindegy. Hadd fogja már meg egy kicsit. Hamar már egy kicsit. Elvihetem egy körre. Mondom, ne haragudj, hát nem adnám oda. Egyrészt vízbe van 2, mondom, lehet, bár ne haragudj. Ha lesz jön, hadd fogja már meg egy kicsit. Hagyom, megfogom egy kicsit. Hagyom, hát egy kicsit. Ha legyi majd gyerek kirít. És konkrétan kikérte magának, de mondom, Benni nem volt nagyobb 2 éves, hogy miért nem adom át neki egyébként a vízben, amikor én is kapaszkodom a saját gyerekemet. Tudod, valakinek nem akarod átadni, az egy idegen gyermek. Tehát, hogy még nem tud úszni, nem volt rajta kerülző. Ha kicsit, hát fogja már meg. Na! És ne utána ha, most vagy ilyen? Fogja már meg a gyereket. Hallgatókból élünk, érted? Haj, milyen bocsánat, nem adod a gyereket. Fiki, és láttam, meg a gyereket megölelem előtt. Rohadtul megsértődött. És láttam rajta, hogy kicsit megsértődött, hogy nem foghatja meg a 1,5-2 éves gyereket egyébként a 180 centis vízben. Mert hogy ő meg mesélt, hogy fogtam a Balázs gyerekét. Már fogtam. Na mindegy, fotózkodás, amikor oda elém is odalögtek, a múltkor állok valahol ott érden egy cukrászda előtt, és oda jön egy ödönke akar egy fotót, nem ödönkének, akar egy fotót. Látom a gyereken, hogy fingja nincs, hogy ki vagyok. De olyan szinten, amíg nem fogalma nincs. Áll, babrálott a markolójával, tudod, megsajnálom, mondom, hogy hívnak, csak mondta, hogy XY, mondom, gyere ide, mondom, szörnyű az a sors, amikor a szülő jobban akar egy fotót, mint a gyerek, tudod. És ebben a pillanatban láttam, hogy anyukának azért ez így leesik. És hát nem mondom. Jó, mondom, oké, gyere, megcsináljuk, mondom, tudom, ilyenek az anyukák, mikor kicsit erőszakosak, figyelj, mama szerintem azóta ott áll a fényképező kezében. Ez egy szörnyű típus, az, nem? Az. Aki beáldozza a gyereket, és löki előre, csak azért, mert ő ingyen matricát akar, fotót akar, előbb akar odaérni a büfének, a sorjának az elejére, mert elfogy a perec, és kvázi beáldozza a gyereket. Nekem a kedvencem az, amikor úgy kezd el üvölteni a szülő a gyerek védelmében, a gyerek miatt, mert ő jót akar a gyereknek, és a gyerek érdekeit ki akar állni, hogy közben már látod a gyereken, hogy egyre kellemetlenül érzi magát. Már menne. Igen, hogy szörnyű, gyakorlatilag a gyereknek a programját teszi azzal tönkre, hogy elkezd üvölteni, mert hogy gyerekért. De gyerek, mi a szituáció? Mi sorbált, ugye is sorbált, nem? Sorbált! Nem azért, mert gyerek a sorbált. Itt áll, maga meg beállt, elé! Észre sem vettem, annyit nem mondta, hogy elnézést! Hagyjál már, Lajoska! Hagyjál elintézem! Nem fog senki beállni elég. Igen, abszolút. Tudod, és akkor már érzed, egy fél perc után már érzed, hogy ennyit az egész történet nem. Menjen, álljon be, legyen neki meg az öröme, lássa ő előbb a vízilót, hogy lássa ő előbb a fókát, tök igen, mindegy. És állsz és kicsit az egészen mondok, az érez ennyit, Istenem, hát dehogy ér, menjen előre, hagyd, gyere be, majd megyünk máskor, kimagyarázod a gyereknek, eltered a figyelmét, ki igen, a az se jó, hogy valahogy, valahogy ha látsz egy ilyen szülőt, vagy ilyen szituációba keveredsz, az egész naptól kicsit elmegy a kedved. Nem? És rájössz, hogy hol vagy, hogy milyen szülő, menjen előre, rálép a lábadra, föllöki a gyerekedet, és kicsit már úgy te érzed magad kellem, hogy nem érez ennyit, menjünk. A víziló holnap is itt lesz. Nem? Ha jövünk akkor, igen. Mert ő megérkezett, és azt hiszi egyébként, hogyha 10 perccel később látja a vízilovat, akkor az elmegy. Hát ha még 10 percről lenne szó. Vagy megdöglik, vagy visszahívják, vagy elkopik a víziló. Hanem már agyonverik boxerrel, amit ugye Balázs lát. Igen, és nagyon szeretem, hogy látod, hogy a gyereket egyébként nem, hogy a hideg nem rázza a vízilótól, hanem egyébként totálisan hidege hagyja, és máshova menne. De a szülő fölkapva a gyereket, maga előtt áldozatként viszi előre, ödönkkel látni fogjuk a vízilovat. De láthatod, hogy a szülő remeg a víziló miatt. Hány ilyen program van hétvégén, amikor ezekkel a szülői típusokkal találkozol? Nem, nem, én ezt nagyon, nagyon kedvelem. Kétségbejtő is kicsit egyébként, mindig a gyereket sajnálom. De szórakoztató is tud lenni. Ezért mondtam, hogy ne csokoládét. Ezért látod, hogy lecsöpögteted magad. Most adtam rád azt a rohadt pólót, és már lecsöpögteted magad. Miért csokoládét kértél? Ha van idő, legalább látszol. Van a gyereket a sor elejére ingyen ajándékért benyomó, de egyébként ő akarja az innen ajándékot. Van a gyerekét előszeretettel nagy tömegben megszégyenítő, nem? Tehát most tényleg leeszi magát, hogy akkor félrehívod, de nem állsz neki ordítani 100 ember előtt hát a te gyereked. Tiszta a pólója. Na de akkor félrehívod, de elmagyarázod neked, a gyerek nem tud jobban megszégyenülni, mint amikor a nagy társaságban szégyeníted meg, nem? A gyerekét hangosan rendszabályozó szülőtípus, ez is van egyébként. Igen.
Úgyhogy gyere már róla, úgyhogy gyere már róla, hogy anyád nem mindezi, hogy ki a bokorba. Anyád, közel áll, ott az a tocsa, pont beleléptél, pont beleléptél. Szandálban tizált az ott azok, most mit csinálj, nem hoztam, hogy ez is a temját. Direkt mondtam. Igen. Te ezt csináltad, amíg kicsi volt a virágbe. Vagy belecsinálták. Vagy belecsinálták. Direkt csinálod? Engem akarsz idegesíteni, mindenki előtt? Nézd meg, ha mindenki minket néz. Miért? És nem csinálsz más, mint hogy nézed a gyereket, és tudom, annyira sajnálod egyébként. Ki miatt néz mindenki titeket? És mindenki minket néz! És azokat mértem még, pedig érted. Nekem két utcával alébb is hallatszik, hogy üvöltök a gyerekkel. Nekem a szívem kifordul ilyenkor. Én úgy sajnálom ezeket a gyerekeket, tényleg. Akik ilyen nyilvánosan lesznek úgy megszégyenítve, hogy a gyerek nem, hogy állatkertben nem akar többet menni, elmegy az állatkert mellett, és gyomorgörcsöt kap, mert eszébe jut, hogy mi történt a víziló mellett. Két én most hazamegyek, és ott vagy az 5 éves gyerek. És ott állsz szerint. Igen, sok-sok fajta ilyen típus van, amikor a szülő sokkal furcsábban viselkedik, igen, mint a gyerek. De ilyenkor nem a gyerekre haragszik, valami más baja, valami ott feszült, frusztrált, akármi, és csak így egy picit így a gyereken csapódik le. Eleget nézted már az oroszlán? Hogy nézze már? Hát azért nem néz valamit. Nem kell mindent megnézni az állatkertbe, hát ha őt a főemlősök érdekli. Na jó, de befizeted a belépőt, igen, érted? Azért sokat lássál, ne csak egy oroszlánt. Bámulja ott a trafikba a kulcstartókat. Nem is igaz élő állatok. Hát ha az érdekli. Igen, kemény. Tényleg kemény tud lenni. És minden hétvégén van ilyen, aki be így beleakadsz. Akárhova mész, nem? Ilyesmibe. Igen. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Nyugatitól áll a sor a Szél Kálmánig. Szép hetet kíván mindenkinek, egy hallgatónk. Köszönjük szépen. Az Anna hegyig áll az M0-ás, az M1 felé az útfelbontás miatt. Körülbelül egy éve cseszegetnek minket, de nem baj, én ráérek, ezt Ede küldte nekünk. M5-ös város felé szintén araszol, ha tudjuk az okát, azonnal mondjuk. Kara küldte nekünk. Aztán Dunakeszin a 2-es úton még folyik a helyszínen, és csak egy sávon lehet menni, felváltva, ezt Joe küldte nekünk. M3-as rendőrmentes az M35-ösig, Jubi, nagyon jó. Jubi üzeni nekünk, és van egy trafink Szombathelyen, a végállomásnál, a körment felől jövőket kaszálják, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. És azt a típust ismertek, hogy virág, 3 éves vagy már, nem igaz, hogy nem fogod fel a jelentőségét Zrínyi kirohanásának. Itt állunk Szigetvár kapujában. Tudod, hogy mit jelentett ez a magyarságnak? Tudod, hogy milyen emblematikus eseménye volt ez a magyar történelmnek? Hát én többet nem hozlak el ide. És ezt a típust ismerünk minden reggel. Ezt ismerjük. Minden reggel itt ülünk vele, igen. Én nem tudom, én azt a szülőtípus se értem, aki egyébként úgy veri agyon a gyerekét az állatkertbe. Megvan ez a típus? Megvan ez a szülőtípus, aki úgy veri agyon, hogy szíved szint oda mennél, és már azt mondod, hogy figyelj, ne csináld, állj le. Tehát de ekkora bűnt a gyerek nem követhetett. Nyilván nem szólsz bele. Nyilván mindenkinek a magán, ugye soha nem mennék oda. Hát szólsz egy idő után. Én nem. Nem. Hát figyelj, nem tudom, mi történt. Vernek egy gyereket. Na most nyilván a gyerek ordít, és veszi le a nadrág szíját, és a zócsemege pult mellett éppen keresztre feszít a gyereket. Nyilván szólsz, hogy te barom, ne öld meg a saját gyereket. De most kettőt ráver a fenekére, megrángatja, ordít vele, én nem megyek oda, hogy figyelj, ne csináld ezt a saját gyereket, de hát mindenkinek a magán, ugye? Én a gyereket nagyon tudom sajnálni, de nem szólok bele, aha, abban most őt leeszi magát, ott a cukorra, megrángatja Pistikét, meghúzza a haját, és nagyon üvölt, de van ez a típus. Akin látod, hogy nem csak üvölt, hanem nyilvános helyen veri meg a gyerekét nagyon. Ez megvan ez a típus? Nem meg, tudod, meg, hogy mi történt előtte. Lehet, hogy az oroszlán ketrecből szedtek ki érte. De nem gondolod, hogy akkora bűn történt. Én azt is nagyon tudom. Lehet, hogy köpöcsövezte a páviánokat, Feri. Azt mit csinált? Én a hajhúzós. Tehát, hogy én attól kikészülök. Valamiért nekem a hajhúzás az van olyan megalázó, megrángatja a haját, igen, a gyereknek. Igen, nem verem meg, atya meg Isten, nem csapok a fenekére, vagy ilyesmi, hanem így elkapja így a haját, és így ránt rajta egyet, és szörnyű megalázó. Borzasztó. Tehát, hogy így valamiért nekem attól annyira összeszorul egy hogy nem, nem tűnik úgy, mintha bántaná, de azért látod, hogy már csavarja hátul a coffot. Ugye? Azt mondod. Az. Érted, hogy nehogy lássa valaki, érted, hogy ez most erőszak, tehát megfogod szépen a haját, és akkor kicsit így meghúzod. Azért tudom így mutatni, mert a panyesz szoktam. Egyébként benned is van kakaó. Igen. Én ezért nem járok például a játszótérre. Tehát a játszótéren veszekedő szülők, az valami döbbenet. Tehát, hogy ott mi zajlik. Én utálom a játszótereket. Az a utálom. Baj, hogy ezzel azért óvatosan kell mindig ezzel rásítjuk a bélyeget, mert például mi most bringáztunk Szombaton, ugye úgy mentünk ki az állatkertbe, és kifelé tök jó volt, és visszafelé a Soma nevű férfi úgy érezte, hogy ő nagyon jól tud meg kiugratni az úttestre a bringa útról. Tehát ott azért elkezdesz üvölteni, nem?
Na mi van, már megírta valaki SMS-be? Nem tudom, megírom. Fölnyomtak a linkbe 10 000 gyűvöltesz a gyerekkel. Ott azért én is kijeleztettem, hogy állj meg! Hova mész te? Tehát ott azért elkezdesz üvölteni, aztán nyilván visszáll. De az egy más élethelyzet, amikor a gyerek kimegy a főútra bringával, és még egyszer ráüvöltesz azért, mert megijedsz, meg más. A szülővel veszekedik a játszótéren, ugye az nagyon szép tud lenni, tehát amikor két felnőtt ember... használta a hintát előbb. Két felnőtt ember veszekszik azon, hogy ki jön előbb a hintába, ennek főtanúja voltam. Valahogy lekeveredtem egy hónapja. Tehát amikor tényleg két szülő azon veszekszik, hogy ők voltak itt előbb, csak két gyerek így várja, hogy betegyék a hintába, tudod, a két anyuka meg félre menően öli egymást. De olyan mindenki szinten, hogy és a végéig oda, hogy te meg egyébként hogy nézel ki? Tehát, amikor azért azt hallod egy játszótéren, hogy két egyébként, igen, nemrég szült anyuka, az anyaság, tudod, és minden életösztön és anyai ösztön feltámad ennek, olyan, hogy egyébként neked hogy le van nőve a hajad, és te hogy nézel ki, és te mit képzelsz magadról, és már figyellek egy ideje. Te trampli, és a két gyerek még mindig nem tud beszállni a hintába, mert nem tudták levívni, hogy kihintázzon előbb, na onnan azért így elmész. Tehát ez felfoghatatlan. Meg akúgassá, ha visszafogytad azt a 20 kilót. Rajtam egy grab sem volt szüléskor. Na, gyerekek, nagyon érdekes témával foglalkozunk. Egy picit elbeszéltük az időt, de nem baj, tudunk ezzel foglalkozni. Ugyanis egy 30 éves férfi éles témaváltás volt. Várjátok azok kedvéért, akik nem tudják követni. Köszönjük. Egy 30 éves férfi jelentkezett az első fejét ültetésre. Jézus. Az első fejét ültetésre orosz, brit és amerikai média beszámolók szerint egy programozó önszántából vette fel a kapcsolatot egy vitatott olasz sebésszel, aki elvileg azt mondja, hogy technikailag megvalósíthatónak tartja a fejét ültetést 2016-ban. Na. És ő önszántából jelentkezett, ugyanis egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, nincs más esélye, mint hogy fogják az ő fejét, leveszik a saját testéről, és átteszik a donor testére, összekötik az idegszálakat. Hát most mondom ezt úgy, mintha egy ablakot kéne, nem tudom. Igen, azt akarom mondani, ezt a magabiztosságot, amivel nyomod. Szalagozzuk, kék vezeték véget, amit és átteszik a donor nyakára az ő fejét. Nagyon jó, várjuk az olyan SMS-eket, amik úgy kezdődnek, hogy szeretem a feleségemet, de... Ezt akartam kérdezni, hogy honnan van a donortest? Találok egy donortestet, akinek mondjuk jó karban van, fölajánlja, fiatalon halt meg. Hát igazából itt nem ez a legnagyobb kérdés, donortestet lehet találni. Nem? Hát én kicsit így megakadtam. De várj, ne arra gondolj, hogy itt most, tehát most ne arra morbid dologra gondoljunk, hogy ők fejet cserélnek, mert mókáznak, hanem van egy donor. Nem, egy csak nem is erre. Aki ugye már nem él, jó, de mondjuk felajánlott a szemét. Jó nyilatkozta a fókuszban. Azt hittem, ez az évszázad pointja, de... Gönci Gábor kérdésére elmondta, hogy... Tehát megvan a donortest, 150 fős lenne állítólagosan az orvosi stáb, 10 milliárd forintos műtéti költség lenne, és 36 órán át tartana elvileg az operáció. Mondta egyébként ezt azt az orvos, aki azt mondja, hogy szerinte ezt megcsinálható. 150 fős orvostáv, hát ez egy jó nagy műtő. Hát gondolom azért ott mindent összeraksz, hogy az mozgasson, ugye az agy, az idegek, a vérellátás, az izmok, azért biztos, hogy egy nagyon komoly dolog. De most ez az jegyzetelni kell serénye, hogy mi volt már meg, és minden. Mit hova kötöttél? Ha az orvos olasz azért, akkor tehát én nagyon szeretem őket, tudjátok, de ott van egy kis hebrencség. Azért, mert te is azt mondtad, hogy ezt ő állítja egyedül, hogy meg tudja csinálni. Ezt ő állítja ugye? Egyedül, igen, egyébként... meghívták már a dokit egy amerikai orvosi konferenciára, nem azért, mert hogy ezt végrehajtatónak tartják, hanem mint újítás, hogy mondja el, hogy mégis ezt hogy szeretné. A 70-es években már volt kísérlet, írja ez a cikk egyébként, ott majmokkal kísérleteztek a fejátültetéssel. Aha. Az akkori transzplantációk egyébként nem sikerültek, de azt mondja a doki, 45 év alatt már nagyon sok minden változott. Hát nyilván itt a fej lenne az, ami mondjuk marad az eredet, és akkor egy testet keresel inkább magadnak, mint új fejet, mert hát ugye tudod? Tehát, jaj, de szép új testem van, érted? Ez így például ez egy reális mondat, egy fejelt egy ültetés után, de az, hogy jaj, de szép új fejem van, az nem működne. Viszont a karom az enyém, tudod? Mert hogy a fejedet levágták. Na de most mi van, ha ez 30-40 év múlva megvalósítható lesz? Tehát arról olyan irányba halad az orvostudomány, hogy 30-40 vagy 50 év múlva akár emberek fejet cserélhetnek? Tehát lehet előfordulhat az, hogy mondjuk Feri nem a magyar George Clooney lesz, hanem George Clooney lesz. Maga? Maga megkapja a testet.
Akkor nem csinálunk gyors, mit csinálunk gyors kúri testével? Tehát azért ott nem a fejével. Lesz egy plusz test, azt tovább kell adni, ugye? Tehát akkor mennek körbe. Nem, egy plusz fej lesz, mert a testre az már jó, de bocsánat, plusz test is lesz, mert akkor az enyémmel mi van? Érted? Aha, hát akkor figyelj, megmondom neked, akkor lesz egy amerikai, olasz, görög, nem tudom, minek, na, milyen náció, Rákóczi Feri. De ott a, miért? Ezt a George Clooney fejét te megkapod. Érted? Ő ezen meg a testen egy George fej. De nem cserélünk, ugye? Hanem az van, hogy az egyiknek szegénynek vége, és akkor megkapod te újításként a testet. De hát ott figyelj, például itt valaki ide, és hogy... És a cserében nincs nagy biznisz. Tehát igen, az, hát az úgy, most... Jól nézel ki, Ferikém, cserélj már. Jó formában vagy. Tehát jó formában vagy. Jó, felszívtad magad, cseréljük már. Most annyira rendben van a testet. Szeretnéd kipróbálni. Jó effektus. Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen az élet 100 kiló felett. Akkor fejet cserélünk? És ha nem tetszik, vissza? Na, vagy ha tetszik, nehézzi, akkor így marad? Na, ezért jó nagy fejűnek lenni. Látjátok, mert gyerekek az élet. Nincs rá igény, mert mi? Nincs rá igény. Senki nem akarná ezt a fejet cipelni. De például így mondjuk 30 év múlva lehetséges az, hogy valaki rossz testben születik, vagy nemet akar váltani, és azt mondja, hogy ő férfi, neki férfi feje van, de tegyék fel egy női testre, és ez megvalósítható lesz, és 40 év múlva azok, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben, azok kapnak férfi fejjel egy női testet, ahonnan majd az agy biokémiai működése alapján a hormonok alapján csak eltűnik a szőr, és elkezd elnőjesedni a férfi fej. Azért ez ebben a formában érdekes. Én nem hiszek benne nagyon, bár nem értek annyira, de azért az idegpályákat hát hogy kötik össze egyáltalán? Hát rengeteg idegsejt, amikor jönnek, mennek, szállítják az információt. Bocsánat. Hogy? Kar visszavarás van, láb visszavarás van. Innen már csak egy ugrás a fel. Hát bocsánat, minden így indul el, kezded az alapoknál, és most már van olyan, és a Szabom aki... nagyon jó koptató szalagot varogatja száramon. Igen, például azt is, és aztán abból később öltönt is tud varni a Szabó, mert megtanulja. Tehát az alapot megtanulod azzal, hogy koptatót varsz a nadrág aljára, és aztán egyszer csak fogsz majd öltönt is varni. Hát ez ugyanaz, hogy mondjuk egy végtagvesztett embernek igen, meg tudják menteni ma már a karját, igen, akkor elméletileg ezen analógia alapján ez is elképzelhető, hogy egyszer fejet tudnak átrakni. Hát miért ne? Tehát, hogy mondjuk a komolyra fordítva a szót, hogyha mondjuk egy nagyon komoly balesetben annyira roncsolódik a test, hogy a fej viszont teljes épségben marad, és adott esetben van egy lehűtött, vagy nem tudom minek én nevezzük, egy donor test, aminek viszont a fejére már úgymond nincs eszük, de olyan furán hangzik ez az egész, akkor a kettőből lehet egy egészséges csinálni. Így ember van. Csinálni. Így van, és akinek a feje ugye jó volt, az kapoz egy jó testet. Itt most arról van szó, hogy olyan emberek ültetik át más testbe a fejüket, mint például ez a pacák, aki egy olyan betegségben szenved, hogy teljesen lebénult és sorvad a testet. De fejileg, agyilag ugye teljesen rendben van, és az ő fejét próbálják meg egy normálisan működő testre átültetni. De neked az emlékeid, a gondolataid valószínűleg megmaradnak? Megmaradnak, hát az akkor agy, nem? Hát az, ha az agyban tárolódik, akkor megmarad minden. A bomba nem? formában lévő Kirk Douglas nyilatkozta, hogy még már nem emlékszik annyira arra, hogy szerepelt a Spartacusban, de még mindig nagyon büszke rá. mert az lenne egyébként, hogy előbb-utóbb, ha ez működik, akkor nyilván valóan ez is így bekerülne mondjuk így a hollywoodi sztároknak így a szépség kellékei közé. Vagy a fiatalizáló tevékenységei közé. Hogy lecseréltetnék a testüket. Azért, hogy fiatalodjanak, nem? Hát az arca az megmarad öreg. Hát... Szó-szó. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy mit mond erről. Jó, fölhívjuk a hírek után, hogy ő, amikor először elolvasta ezt a hírt, egyébként lehetségesnek tartja, ha nem is most, mondjuk az elkövetkezendő 50 évben fejlődhet-e oda az orvostudomány, hogy valakin egyszer egy valódi fejátültetést hajtsanak végre úgy, hogy életben marad, működnek a szervei, működnek az agyi funkciók, tudja mozgatni kezét, lábát, és fejcserélt emberként élt tovább. Azért ez egy érdekes dolog szerintem, nem? Hogy lehet, hogy ez most még a jövő, de 50-100 év múlva akár már rutin műtétnek is számíthat, nyilván kis túlzással. Úgyhogy a hírek után jövünk vissza, ezzel folytatjuk, felhívunk egy idegsebészt, és megkérdezzük, mi a véleménye erről a műtétről. Ákos elmondja a híreket, ha valaki hármas ugrást játszana, akkor lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk, miszerint egy ritka betegségben szenvedő orosz lehet az első fejét ültetett. Hát itt azért soka lehet. Nyilván véleményes a dolog, amerikai idegsebészek is nyilatkoznak, hogy szerintük ez effektíve lehetetlen. Minden esetre van egy olasz, aki azt mondja, hogy körülbelül egy év múlva hát lehetséges, hogy fejet ültessenek át.
És ugye a dolog nagyon érdekes, mert azt feltételezhetjük, hogy mondjuk az agy tárolja az emlékeket. Ott van az emberi lélek. De mi van, ha a személyiség egy része, a gondolatok, az érzések nem mennek át az aggyal, csak a biokémiai funkciók, hanem mondjuk az a szívben marad. Akkor, ha mi mondjuk hárman erre a dologra vállalkoznánk, és fejet cserélnénk, de ülési sorra ment cseréljük fejet. Tehát te jössz hozzám, én megyek hozzám. Jaj, ne már! A Feri-é, a Feri jön hozzám. Jó. Tehát mi történik, hogy 50 év múlva ez a dolog lehetséges. Tehát a fejed jön? Vagy a tested? Jön. A fejed jön, de a személyiséged megmarad, mert mondjuk a szívben van a személyiség, a lélek, a lélekhez kapcsolódó attitűd és minden, amit te szeretsz, amihez vonzódsz, amihez vonzódik a tudatalatid. Mondjuk azt, hogy ez a szívben van és nem az agyban. Aha, és a te fejed átjön az én testemre. Én megkapom Janiét. Tehát elképzelhető, hogy Balázs testtel, Jani fejjel. Csak hát ugye oda megyünk haza, tehát azzal a fejjel megyünk. Nem, azért akarom mondani, hogy vigyázz, tehát ha te testre, nem. Az most pont azt mondja, hogy a szívében van. Akkor én maradok. A lélek. De igen, de a családtagok erről nem tudnak, a fejjel mész haza. Aha. A fejjel mész haza. Aha. Tehát Balázs haza a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel, és a saját fejével megy majd haza. Tehát az ő feje. És azt mondja nekem Béka, hogy de várj. Igen. De te nem a békához mész. Így van. Én a tiédet kapom meg. Én a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel megyek majd haza, így hozzánk. Van. Feri pedig az én testemmel megy haza, ami mondjuk elég mókás lesz. Akkor milyen szituációk történnek? Tehát én a testemmel, a te fejeddel állok egy leértékelésnél, és nem tudom, mit keresek ott? Vagy tudom, hogy mit keresek ott, mert a te fejed odavitt. Hát nálatok például az lesz ott, hogy majd a Viki vajon fogja érteni az egész szituációt. Borsos toká! Te nem tudtál tegnap még borsos tokányt főzni? Érted, mert a te fejed van az én testemben, és az én szívemben benne van a borsos tokány és a krémbrülé. Így van. Ja, és én akkor úgy megyek haza, hogy én ezt megcsinálom. Így van, és a fejed pedig tiltakozni fogsz, hogy úristen, nem ülök be egy alfába! Nem ülök be egy alfába! Érted? De a szíved meg oda fog vinni, mert az az én testem. A Ferénél lesz nagy csodálkozás, mert előtte ugye azt a sokkot, amit majd a Béka fog átélni, akkor, amikor majd hazamegy Feri az én testemmel, de hát, hogy nyilván majd kompenzálj utána. Harmadik menet! Igen, sose volt ilyen! Nyilván! Azért ez egy érdekes helyzet tényleg, hogy akkor te a donornak a testét kapod meg az ő szívével. Ugye az akár ez egy szívátültetéstől is felmerülhet azért ugyanakkor. Hogy ne lősz be ebbe az autódba, kiabál majd Móni. Igen. Ez egy érdekes dolog, és én kapom meg a te fejedet. Igen. Ugye? Igen. Igen, de és te ugye Mónihoz fogsz hazamenni a testeddel. A te szíveddel és emlékeiddel. Így van. Az kemény. Az kemény. Ugye ez ugye egy szívátültetésnél is felmerülhet. Hát abban van, igen, a lélek. Nekem elmondják, hogy milyen lehetett a donor, vagy milyen volt, és akkor készüljek föl az ő testére, az ő szívére, mindenre, ami működik. Csak egy új fejet kapok, én viszem a saját fejemet. És kezdek el olyan dolgok iránt érdeklődni, vagy szeretni, amit ő szeretett. Amit, amit az ő teste szeretett, tehát a személyiségek is kicsit kicserélődnek majd. Így van. Ez egy érdekes dolog. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy elvileg ez lehet-e. Nyilván jelen pillanatában az orvostudománynak valószínűleg nem. Tehát, hogy kötöd össze ott az idegpályákat, egy csomó mindent. Magát a gerincet egyébként. De nincs minden veszve, Béka. De gondoljatok bele, ez innentől kezdve, mondjuk ez 50 év múlva lehetséges. És mondjuk a lélek a testben van. Vagy a fejben. Megszívtuk egy. Egyrészt megszívtuk. Kettő, akkor én majd, nekem előregedik a testem, bejelentkezek egy fejátültetés, és azt mondom, hogy szeretnék újra egy 20 éves testet. Az agyam mondjuk még jó állapotban van. Nem egyszer megjutott, hogy tényleg jól egyik a hallgatók írja, hogy Jali Balázs fejjel elburul, hogyha nem abba az irányba cserélnék testet, mint ahogy eddig, hogy megkapnám az én a te fejedet az én testemben, és mondjuk veled nagyon kiszúrnának. Kicsit. Neked egy hónapig nyakizmot kéne erősítened. Ki volt az a rohadék, aki egy ekkora testre felrakta ezt a fejet? De nem, tehát innentek ez az örök élet is lehetséges, hogy én mondjuk 60 évesen azt mondom, hogy szeretnék egy fiatalabb testet. A fejátültetés egyszer lehetséges. Ugye minden, ami egyszer lehetséges, az onnantól kezdve már csak pénzkérdés, hogy magánklinikán neked mondjuk x millióért megcsinálják. Te majd fejátültethetve kaphatsz egy 20 éves kasznit magad alá?
Simán. Hát a szerveid azok, amik előbb elhasználódnak, az, egy jó kasznit, előbb az agyaddal nincsen gond. Ott leszel 80 évesen összeasszottan, iszonyat szerká, hogy 20 éves este futnak majd fejet ültetett amerikaiak fiatal testben öreg fejjel. Az agyad se fog már úgy meg a végét. A lázadcsal olyat kap, hogy járni nem fog tudni. Csak jöjjön már ide. Ugye? Csomborkozok. Tehát innentől kezdve most nyilván nagyon fantázia, amiről beszélünk, de innentől kezdve, hát, amíg az agyad működik, azért működhetsz testileg is jól. Működik az agyam, és azt mondom, hogy kérek egy 30 éves testet. Kifizetem, megkapom. Minden Masters futóversenyt megnyerni. Csúnya világ lesz ez, gyerekek. Azért a természet valahogy ezt kitalálta, hogy a testtel együtt a fej is, a lélek is, a szív is, az agy is múljon el, legyen újra por, majd aztán él legyen újra. De azért, amikor ezekbe így elkezdenek majd belenyúlni, hát itt azért szörnyű világ lesz előbb-utóbb. Gondold el, nem? A rendszerek közötti utazás, amikor donor testeket visznek magukkal az űrhajósok, és csak a fejeket rakják át. Na jó, ez már picit nagyon dugó. Kicsit már beúszom. Stanislav Lem. Isaac Asimov. Igen, kicsit messzire mentünk. Na, megkérdezzük ezt egy idegsebésztől, hogy mit mond. Dr. Székely György már itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, hello! Jó reggelt kívánok, szervusztok, a rádió hallgatóit is. Na, nem tudom, hogy olvastad ezt a hírt, nyilván mi itt félig meddig hűlünk, de egy olasz pali tényleg azt mondja, hogy jövőre komoly pénzből, komoly orvosi tímmel ezt ő elvileg meg tudja csinálni. Igaz lehet, vagy nagyon nagyot lódít az olasz idegsebész? Hát én nem látom ennek a lehetőségét jelenleg, technikai lehetőségét, és az elvi lehetőségét sem. A következő okok miatt. Ugye össze kéne kapcsolni az agyat a testtel, idegi pályákon. És ezek az idegi pályák, ezek úgynevezett centrális pályák, amik ha sérülnek, akkor az idegsejteknek a hüvelye az gyakorlatilag visszahúzódik, és nem marad ott. Tehát ezt tudom, hogy ez így most elég nehezen érthető laikusnak, de Nincs mit össze kötni, ugye? Igen, tehát valahol a fejet le kéne venni, ott megsérül az idegpálya, hiába teszem át egy másik testre, a fejnél, a meccésnél már sérültek az idegpályát, amikor félbevágok egy almát. Az ideg tud nőni, csak neki kell egy hüvely, amiben belenő. Most a periférián, tehát a végtagokon ott van a svansejt, úgy hívjuk, a periférián viszont a gliasejt van, ami nyúlványokat ad, több nyúlványt, és az képez egy-egy gyűrűt, és hogyha abból kijön az axon, tehát az ideg nyúlvány maga, akkor az visszahúzódik, és megszűnik maga a hüvely pályája. Ugyanazt tanulta minden orvos. Hogy mondhatja akkor valaki, hát nyilván valamennyire épelmű, hogy szerinte lehetséges? Hát ez így nagyon egyszerűnek tűnik. Megsérül, nem épül újra, hát, nem tud kommunikálni, nem tud információt szállítani. Tehát hogy mondhatja mégis azt, hogy szerinte ezt egyébként meg lehet csinálni? Hát azért ez hajmeresztő így. Én nem láttam még olyat, hogy a gerincvelő sérületeket eredményesen rehabilitálták volna olyan tekintetben, hogy visszanő. Ugyanaz a helyzet, mert az is egy centrális gerinc, vagyis centrális idegrendszerhez tartozik, és hát ott nem tud egyszerűen a visszahúzódott velős hüvely miatt nem tud belenőni az idegnek a rostja. Tehát, hogyha azt mondaná ez az ember, hogy ez megvalósítható, akkor gyakorlatilag az összes olyan kerekesszékes embert fel lehetne állítani, akinek gerincsérülése van. Aha, de viccet folytatva, az előző menetetekben, ha reagálják rá, hát azért egy 80 éves ember mondjuk kapna egy új testet, 20 éves testet, az nem lesz 20 éves. Ugyanis az agynak az a jellegzetessége, és ezt a teremtő, vagy a természet, vagy nevezhetjük Jóistennek, mindennek, aki ezt létrehozta, az úgy hozta létre, hogy az idegsejtek pusztulnak. Minden nap, ha semmit nem csinálunk, akkor 8-10 ezer idegsejtünk elpusztul. Tehát az agyunk a 80 éves lesz, és nem 20, és egy 80 éves aggyal nem lehet azt a teljesítményt csinálni, még hogyha egy 20 éves body van alatta, akkor sem. De hát a szíve az még szállítja a vért, a tüdő jól működik, még nem tudja végrehajtani az agy? Nem, bizony, mert az agy már 80 éves, és az agynak a kapacitásának a fele, vagyis a gyereksejteknek, hát ott a fele talán nem, de egy elég jelentős része már elpusztult. Tehát ennek van egy kora, amit a maximum meg tud élni az ember. A tüdőnek a maximális kora az 160 év a mai számítások szerint. Az agyé ennyi nincs. Ó, ezek rossz hírek. Ezek rossz hírek, ahol az örök élet reményét keltő
misztikumban. Igen, itt ide valaki is igaz, hogy a test ugye 20 éves, a fej 70 éves, a 70 éves Pali lenéz, ó, hát erre már nem is emlékszem, ez mi csak. Hát igen, mi történik? Ugye is nem érted a reakciót, igen. Igen, igen. Hát azt nem is látod, hogyha egy nagyon bátran gondolkozzunk most tényleg, legyél nagyon, így engedj el mindent, és azt mondod, hogy 30 év múlva azonban elképzelhet, hogy ezt meg lehet oldani. Arra van reális esély? Hát elektronikával. Az idegek összekapcsolása. Magyarul az, hogy a fönnfelől jövő ingerleteket elektronikát fogja átvinni az alsó pályákba. Erre már vannak komoly kísérletek egyébként végtagmozgatáshoz, és biztatóak is, de hát nyilvánvalóan, hogy azt a finom mozgást és azt a célirányos, és tehát az összes lehetséges dolgot, amit egy egészséges ember tud, az nem tudom, mikor fogja tudni az elektronika, ha egyáltalán fogja tudni. Úgyhogy ezek nem ilyen egyszerű dolog. Ha Balázst, ha látnád, milyen szomorú te. Na minden. Ne, hát igen, írja egy hallgató, hogy azért azt megnézni, amint hazamész egy szorgos nap után, és a Jani fejével belenézel a te hűtődbe. Vagy a Jani hűtőjébe te belenézel, Feri, igen. Tehát egy szorgos nap után hazamész, és kinyitod a Jani hűtőjét, igen. De állítok, a 70-es években ezzel már kísérleteztek majmoknál, mármint hogy fejátültetéssel, az se nagyon sikerült. Ez egy bevett dolog, hogy először az állatoknál, ha az elkezd nyilván működni, akkor lehet abban gondolkodni, hogy előbb-utóbb az embereknél is működhet? Hát még hamarabb, tehát úgy értem, hogy még korábban kell kezdeni, mint az állatok, mert a in vitro, tehát még élő lények nélkül is lehet ezeket a dolgokat előkísérletezni, vagy modellezni, tehát azért ez nem úgy van, hogy elkezdjük, és egy ember fejét gyorsan levágjuk, aztán megnézzük, hogy sikerült-e vagy sem. Nyilvánvalóan ennek megvannak az etikai szabályai. Ezekről a 80-as évek kísérleteiről csak félfüllel hallottam, de tudományos, a valóban elfogadott tudományos irodalomban ezek nem szerepelnek. Valaki csak kísérletezett. Hát nagyjából erre a választra számítottunk, igen, ezért is érdekes ez az olasz doki, aki azt mondja, hogy jövőre elvileg, ha van elég pénz, akkor ő ezt bevállalja és megpróbálja megcsinálni. Érdekes. Jó, hát hallottuk már a klónozott gyerekeket is, aztán nem láttunk még egyet. Hát hogy nem, persze, mindig van valami ön jelölt, aki kicsit Istennek képzeli magát, és mond dolgokat, aztán kérdés, hogy ebből mennyi minden valósul meg. Doktor úr, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen, doktor Székely György, idegsebésznek. Hát akkor egy ideig gyerekek mindenki marad. Hát vagy a fiatalon kell tartani az agyunkat. Hogy? Hát kijárogatni játszótérre, tudod ugrókötelezgetni, meg hogy hívják ott ugróiskolát játszani, lapáttal homokozgatni, stb. És akkor átverjük az agyunkat. Akkor inkább keresztre egy mint fejtek azért, mint hogy ne szaladj ennyire előre. Ne hagyjon ki álmodj ekkorát. Ismerjem a saját képességeimet, azért először fogják egy homokozó lapátot, igen. Na jó, hát minden esetre érdekes, ha jövőre ez a műtét megtörténik, akkor mindenképpen beszámolunk róla. Játszunk, itt van a hallgatónk, hármasugrás, játszunk már is. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello! Sziasztok! Úgy látszik, ma pasi napunk van. Igen. Ma pasi játékosaink vannak. Ricsi, hello, honnan hívtál minket? Hát most épp itt vagyunk Budakeszi után egy kicsivel. Épp már nemrég értünk ki a városba. Mit csináltok arra? Hát menjünk dolgozni. Akkor ezek szerint ott vannak a kollégák is melletted. Mivel foglalkoztok? Hát mobilhálózat telepítés. Mobilhálózat telepítés. Hát van egy nagy antennák a háztetőkön, azokat szereljük fel. Akinél nincs térelő, kérhet egy mobil antennát. Pontosan. Látod? Tehát nincs házadban térelő, oda viszik a mobil antennát, és már tudsz is kell. Van ilyen. Van. Így van. Tényleg? Van. És nekem miért nincs ilyen? Mert nem kértél még valószínűleg. De miért? Visznek. Most már lesz, mert megvan a telefonszámuk. Fejfatlakadás után? Nem. De jó nem, vagy. Jó válasz, persze, hát élőadásban fussit vállalni azért az nagyon meleg. Persze, Marikám, hígen nyugodtan, ha megbeszéljük. Van itt két antenna, azokat a földobjuk. Az egyiktuk, mint a telepítettük van, de valójában nem itt vannak. Még az egyiket felrakjuk meg. Csak rád várnak, Bali, csak rád várnak. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy ha sokan vannak, menni fog. De ha kevesen is, és okosak, akkor is. Sokan vagytok, vagy kevesen is okosak, Ricsi? Hát, ha négy, és sok számít, akkor sokan. Akkor inkább menni sokan fog. Vagytok, mint okosak. Jó. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés. Melyik filmmel játszott együtt Charlize Theron, Keanu Reeves és Al Pacino? Tényleg? Látok? Nem egy könnyű kérdés, hát így nem. Elsőre. Fél évente valamelyik csatorna leadja, irgalmatlanul jó film.
Én láttam ezt a filmet, most pont néhány nappal ezelőtt, újra megnéztük, még így se tudnám a választ. Tehát, érted? Jó, mondjuk tudom. Charlize Theron, Keanu Reeves és Al Pacino játszott ebben a filmben. Egyébként egy egész jó film. Al Pacino a faterja volt Keanu-nak. Charlize Theron meg a keresztanyja Al Pacino-nak. Így van. És... ne, ez nincs meg, ugye? Jól érzem. Az Ördögi Krisztus. Az, hát ki volt ez? Ki volt ez? Kicsoda? Igen, azt gondoltam, hiszen elmondtad. Csak hogy hívnak erre, akartam. Peti. Jó vagy, Peti. Peti nagyon jó. Menjünk tovább? Mehetünk. Ezek után ugyanis ilyen könnyen, mert... Így szól a második kérdés. Melyik ország fővárosa Minszk? Fehér Oroszország. Ah, nagyon jó. Ez is Peti? Ugye. Nem, időközben sikerült felállítaniuk egy mobil antennát, és van térerő. És jönnek a... Figyeljetek, Peti nagyon erős a csapatban. Mondhatni, a legerősebb. Fogadjuk, hogy ő a sofőr. Nem. Mi legyen a harmadik kérdése? Menjünk. Te mondod, hogy menjünk, Peti megoldja. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik sportág olimpiai, világ és Európa bajnoka Ónodi Henrietta? Hát egyébként ez a legkönnyebb. Pillanat, gondolkodunk. Aha. Gondolom. Használjátok az internetet gyorsan. Lassú a papírra, szóval. Kicsit. Három. Tornám. Így van. Kérdezhetően a Peti meg a 3G2 nagyon ügyesek egyébként, tényleg. Jó, a fiúk, megvan az ajándékcsomag, jó? Küldjük nektek. Köszönjük szépen. Opa, na, Peti, én értem, hogy fura hangok jönnek ki az izgalom hatására, de próbáljunk emberek maradni. Így még én sem szoktam örülni. Ricsike, te kifejezetten jó voltál ebben a játékban. Köszönöm. Ciao, szevasztok. Sziasztok. Hello. Ja? Na. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Nehezen indult, aztán csak elvitték. Így van. Összekalapálták, ja. A Ricsik mögött mindig van egy Peti. Egyébként igen. Na gyerekek! Hát mit látok én? Na mit? Mit látok én? Nem tudjuk, hiszen te látod. Falompókot? Fűven nyuszi. Ákos vadonatúj Maxia. De jó, sikerült az átültetés. Ma jelenik meg. És hogy nem, mi megkaptuk már ezt a Maxit. És meghallgatjuk Ákos legújabb dalát. Nagyon romantikus a szám címe, egyébként Ébredj mellettem. Ez mint egy ilyen lírai valhallás. Ákostól Ébredj mellettem. Ez már Intivel készült? Nem. Ez még nem. És hát felhívjuk Ákost, megkérdezzük, amit egy előadó egyébként valójában utál, hogy meséljen kicsit a dallor. Azt Ákos nagyon szeretni fogja ezt a kérdést. Jó, de feltesszük neki. És elmondhat minden más is, amit Ákos ilyenkor nagyon profinál szokott mondani. Mik a tervei? Miért pont ez az együttes neve? Az együttes neve? Mit üzen a rajongóknak? Van, és mikor lesz legközelebb koncert? Így van. Úgyhogy Ákossal folytatjuk, Ákos hírei után. 9 óra múlt 15 perccel, szép hétfő reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, drágák, itt vagyunk a Klasszon, és elkezdtük a hétfőt, ma még jó idő, aki tud és nem dolgozik, nyilván kevesebben vannak így, az most még szippancson magában némi kis D-vitamin, mert alacsony UV mellett szépen lehet barnulni, aztán hétvégére egy kicsit elromlik az idő. Nem rossz hír ez, csak amihez tartást véget mondjuk, hogy még a hét elején lehet szabadban járkálni, aztán hétvégére ilyen 13-15 fokot mondanak, az nem hangzik túl jól. De esni nem fog. Vagy legalábbis nem mondják, tehát hogy egy picit lejjebb fog menni a hőmérséklet, de nem lesz nagy dráma. Viszont azért az a 10 fokos kis hőmérséklet ingadozás megint meg fogja viselni azokat, akik frontérzékenyek, mint például mi. Azok vagyunk. De majd a fejet cserélünk. Ja. Akkor más de lesz. Mivel mind a hárman flott érzékenyek vagyunk. Nem vagyok. Engem ne rángass bele, én nem kérek a ti fejetekből, a front érzékeny fejetekből. Te is az vagy, csak nem tudod, hogy az az oka. Ja! Írt egy hallgató, hogy jön haza benni az óvodába, és látja, hogy zoknis toppolok, azért azt nem fog érteni. Apa, mit csinálsz? Én sem tudom, ez a kezem csinálja. Az atyám azt mondta, stoppolják zoknit. Mit csinálnék? Kimosom a vájkrémes konzervdobozokat. Hát mit csinálnék? Elöblögettem a teljes dobozt. Hát mit csinálnék, persze. Tiszafüred fő utca 61 Trafi. Bűrsajt küldte nekünk. Trafi a 4-esen szintén. Abony után a 4-sávoson. Cegléd előtt Budapest felé. Óriási ölelés nektek, főleg a Földimnek, ezt Era küldte. Köszönjük szépen, azt mondja, hogy Kivárdán, de hát egy kis Várdán, csak elmaradt egy betű, Anárcs felé, hát ez is gondolom Anárcs.
a vezető úton civil autóból kameráznak, lackók ült elékezetek nélkül, így egy picit nehezebb. Mérnek a 84-esen Lesence Tomajnál, üzeni Peti, óriási dugó a 6-oson Pest felé, a sor vége a 0-as Dunahíd végén áll, valamint az M7-es 95-ös kilométerénél van egy trafi. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen! Nagy Csorna belterületén szintén van egy trafi, gyerekek. A mindenségi. Hát ott az állandó. Az stabil, az fix. Hogyha azon vannak kerekek, azok csak álcázásnak vannak fönt. Mert mögötte biztos, hogy téglabak van. És nem sokára országjáró turnéra indulunk, gyerekek. Hát ennél többet egyelőre még nem mondunk. Bár egy helyszín már elárultunk a múltkor, nem titok. Igen. Egyet ugye, mert onnan hívott nem bennünket egy hallgató, Salgó Tarján. Új helyszínre megyünk. Hajrá, hajrá, Salgó, Salgó Tarján, ugye, hogy a dal is szól. Nem voltunk még ott, úgyhogy megyünk, nem sokára mondjuk majd a helyszíneket. Egy és ez időpontot turné lesz. Jó időben. Jó lesz, én nagyon várom. Két már születésnapot ünneplünk, egyet az elején, egyet a végén. Azt úgyis olyan bőkezően szoktuk egymásnak, tehát most is nagy dajdaj lesz. Hát, hát két évet te kaptál egy tortalapot, azt hiszem talán. Egy másfél tortalapot? Egy ilyen torta bevonult, hogy mit kaptál. Két éve egyébként nagyon nem is vettünk egymásnak semmit, tehát az is fontos a születésnap, mert az nagy dajdaj, azt hát szoktunk meg ünnepelni. Igen. Mi a Lacival ittunk rendesen. Nem úgy értem, agycsizunk, én benne vagyok. Mehet. Mehet. Az enyém a legutoljára, tehát... Igen. Mit tudnánk neked venni? Tudod? De egy csomó minden. Tudjátok, hogy nekem abszolút nem számít a külső, csak a belső. Bőr, a klíma, érték. DVD. Ennyi, navi. Ez abszolút. Tehát, hogy... De a 30 liter üzemanyag. Csak a belső számít, tudjátok, a külső kevésbé. Na, megbeszélhetjük majd, hogy legyen valami kis. Ez az amaz. Mondjuk nekem egy héttel később lesz. Mint egyébként szokott lenni, vagy mi? Igen, mert most... Megtaláltuk az eredeti anyakönyvű kivonatomat. Nem úgy hívnak, és nem akkor születél. Egyébként minden rendben. Igen. Jó, volt már, amikor az egyébként megörvendezett. Janit elvittük ugrani úgy, hogy azt hitte, hogy valami váromot megy megnézni, mert talán az esztergomi reptér, vagy a fehérvári reptérről ugrott, és azt mondta, hogy várj, új, de jó, azt mondtuk, ezt engedd el, nem oda viszünk. És iszonyatosan élveztem, hogy akkor húzódott meg a barfarizmom, ami ott a fél évvel később jött csak rendben, de megérte. A balfarizmod. Anyám hát már hülyeség, meghúzódott a balfarizmod. De ahogy leugrott akkor. Valamiért meghúzódott, és utána pedig nagyon nagy problémája voltak vele így futás között, de még így is megérte. Mindig csak fél fenéket tud elülni, vagy ez milyen, amikor farizónak meghúzódik, igen, ez fáj. Igen, női nyerget kértem lovaglásra. Ez fáj egyébként? Fáj, de most ez kellemetlen. Volt utána eljártam vagy a kultúrára. Nem, szerintem akkor, amikor így össze kellett akasztani a lábunkat, mert ugye én tandemben ugrottam, össze kellett akasztani a lábunkat, és így kihomorítani. Aha. És valószínűleg akkor... Azt nem bírta a homorítást. Igen, mert hogy a fiatalember, akivel ugrottam, nagyon jó srác volt egyébként, illetve nagyon jó srác is valószínűleg mind a mai napig, egy picit azért testesebb volt nálam. Aha, és akkor fura azért ez, hogy pont rád fekszik, pont fölötted van, fáj a farizmod. A farizom. fura azért ez így egy picit. Na, jól van. Nézzünk ezután a sztori után valami érdekeset. Nem. Én inkább úgy mondom, jöjjön, amit úgyse húzhatunk el. Jöjjön, amit úgyse húzhatunk meg. Ákos dal premier, hát komolyan mondom, a kukin megmerevedik. Nem? Hülyéskedj. Ákos dal premier, és Ákos gyerekek lassú dallal jön elő, nem szokott annyira, mert régebben volt egy-két lassú dala, lehet, hogy az új albumom most is van, nem tudom. Minden esetre most egy igazán lassú és... Öreges vándorlós. Nem öreges, de öreges vándorlós. Érzelmes dallal jön elő, vagy jött elő. Ez egy új maxi egyébként, és... Hát, igen. Mindent elmondtam, amit el lehet erről mondani. Akkor minek hívjuk? Hát megkérdezzük azért, hogy mire gondol dalszerzés közben, mit üzen a rajongóknak, és miért pont ez a zenekar neve. Mi a kedvenc étele? Itt a párfűméről is beszéljen. De a dalnak a címe is mi lett volna, ha nem lesz zenész? Jó, ezeket kérdezzük. Ákos interjúink általában egyébként nagyon komolyra szoktak sikeredni, és ez az Ákos nagyon kedveli. Talán az egyetlen olyan műsor vagyunk. Egyébként ez nem baj, ahol nem körbe nyalogatják, körbe puncsolják, és elájulnak tőle, hanem megkérdezek minden nagyon fontos dolgot. Igen, miért pont ez a zenekar neve? És mit üzen a rajongóknak? Ébredj mellettem, ez a dal címe, ez egyébként szép. Ez egyébként szép. Nem? Szép. Én nagyon szeretem a lírai számait. Azt gondolom. Egyet mondja. Melyik a kedvenced? A Hello. Igen? Na. Abba egy kis Gigi is van, úgyhogy én Gigi Augustino is menne. Nem, BB Gigi.
Jó, hát a hello az, az igen, igen. Biztos minden nap megkérdezik, hogy mikor írsz újra olyat, tudod? Hát ezt ő mondja is egyébként sokszor, hogy... Hát most mit csináljak, hogyha az a kedvencem? De azért nagyon szép. Jó, akkor már az sem. Az egy szép dal. Na, mindjárt minden fontosat megkérdezünk magától, a szerzőtől, mert itt van már is Ákos. Jó reggelt, Ákos! Hello! De tegeződjünk, de nem kell magától. Jó, persze, váltsunk tegezőre. Jaj, na, itt vagyok, csak olyan nehéz már felállni, mert rögtön térdre hullottam. Tessék egyébként a gyógyintézet fejátültetés. Igen. Hogy vagy, Ákos, hogy? Nektek sehogy. Csak a barátság. Szép a dal címe, ébredj mellettem, ez jól hangzik egyébként. Hát én mellettetek ébredtem, gyerekek. Mióta hallgatsz minket? A fejátültetést már hallottad? Hát a fejátültetést azt végig, tehát a hülyeségnek ezt a hőmpögő folyamát, ez nagyon durva volt. Kit választanál, ha már működne? Hát én a Janic, de tényleg, mert fejre megyek. A kettő arányos egyébként, tehát a te tested, igen, a Jani fejével az egyébként egészen jó. És fordítva. És fordítva is, igen. Na mesélj egy kicsit nekünk erről, miért pont ez a dal címe, mit üzensz a rajongóknak ezzel, és miért ez a zenekarod neve, igen. Sokszor kérdezik ezt, hogy de azt hiszem, hogy ez hülyeség, de hiába próbáltuk itt a kultúrmissziós munkát elvégezni, hogy ezek a hülye kérdések. Elmúlt 27 év folyamán, még kimondani szörnyű, azért sokszor volt ilyen, hogy mit üzensz a rajongóknak. Akkor kifejlesztettem egy ilyen, hát nem tudom, ilyen düllettszemű, delejes nézést válaszul erre a kérdésre, és akkor mindig mondom, hogy azt üzenem, hogy rétegesen öltözködjenek, és egyenek sok vitamint, és van, aki sok, ezt így le is írja. Tehát látom, hogy figyelmesen hallgat, és jegyzete. És jó, olvashatok minden nap, az is volt még. Ja, amikor Z-pluszos voltam az első három évben, senkitől nem tudtam kérdezni semmit, csak ezt. Tehát a Bestiáktól, az Irigy Honai Miritől, veled, ha interjúztam, körülbelül ezek voltak a kérdések. Az ember kezdő riporterként nem nagyon tud más. Igaz, hogy azóta se. Egyébként nem is kell más kérdezni, szerintem. Igen. Jó, de komolyan fordítva szólt, hiszel a horoszkópodban. De komolyra fordítva szól. Gyerekek, mit mondjak a dalról? Nem tudok semmit, a dal magáért beszél. Szerintem nem ér, hogy mondjam, nem érzelmes, vagy nem a klasszikus lassú szám abban az értelemben, ahogy fölvezettétek, majd ha meghallgatjátok, akkor biztos más lesz a véleményetek. De hát ebben sok kiábrándultság is van, ha tetszik, meg talán valami remény is van. Mióta egy korosodom, mit is mondjak azóta, azt teszem észre magamon, hogy... Hogy már más is érdekel magamon kívül. Egyszerre idegesítenek és nyugtatnak meg dolgok, tehát... Na de miért van benne kiábrándultság? Az új felállás is kér pénzt? Képzeld, ezek is olyan... Rohadékok. Igen. Már nem rajongók, még nem zenészek. Ez persze csak hülyeség, mert baromi jó hangulat van most a zenekarban. Talán hangomon is halljátok, hogy kicsit szétüvöltöztem a próbákon. Minden nap készülünk a nem sokára induló országjáró turnénkra, amit természetesen csak mellékesen említek meg. És a felvételek már egy új helyszínen zajlottak. A banda az borzalmasan készül a megmérettetésre. Vény hülyék vagyunk már, bocsánat a szóért. Mondjuk Sanyi a kivétel, a zenekar egyetlen férfi tagja, mert ő 10 évvel fiatalabb a többi tagnál. De a helyzet az, hogy lehetne rutinból is koncertezni, de most úgy készülünk ezekre az eladásokra. Nem tudom, 10 éves korunkban utoljára volt egy baromi jól sikerült dupla aréna koncertünk tavaly évvégén, december 12-én, 13-án. A most megjelent Ébredj mellettem Maxim van két olyan koncertfelvétel is, a féle ilyen csemege vagy különlegesség, amelyet ezeken a koncerteken rögzítettünk. Azelőtt is 5 hétig összezárva készültünk, és most ennek a műsornak a gerince, ami most dolgozunk, azt az előző dupla aréna koncertrepertoárja adja, de egy csomó új elem is van benne, új feldolgozások, csak így passzolgatjuk az ötleteket. Tehát, hogy mondjam, majdnem, hogy kicsit félve mondom ki a szót, majdnem zenekarként működünk. Amikor a Zsolt elhozta ennek a most megjelenő dalnak, az Ébredj mellettemnek a demóját, akkor viszonylag hamar megszültem rá a szöveget, és akkor különböző hangszerelési ötletek vetődtek fel, és elfogadott mindent. Van a közepén egy ilyen, minek nevezzem, ilyen törzsi dobolós rész, és most úgy tűnik az első visszajelzésekből, hogy ez a rész, ami utólag került bele, vagy hangszeres ötletként későbbi, mint maga a dal, ennek van a legjobb visszhangja az első visszajelzések szerint. Szóval a helyzet az, hogy
lehetne hátradőlni, meg lehetne másképp is hozzáállni, de mi izgulunk, meg várjuk a visszajelzéseket, meg készülünk a bulira, úgyhogy ilyen full naív dolgokat tudok csak mondani. És miért lassú? Hogy... Kevés volt a hang? Hát eleve már nagyon nehéz a hangokat kipréselni, másrészt ez nem igazán lassú dolog, tehát ez egy, azt hiszem 103 a tempója, tehát inkább egy ilyen középtempós nótának mondanám. Pont mint az IP-apacsi. Ez van a klasszikus bevált tempó, az IP-apacs, a hello, hello, maradj mindig velem, meg még van egy harmadik, most nem jut eszembe, mondjuk I just called to say I love you, és ezeken a tempókon dolgozunk. Itt közben jönnek a rajongói kérdések, hogy készülsz-e egy dóra a kis grófóval? A helyzet az, hogy kis grófónak egy csomó nézettséget én magam generáltam, mert ezt egy eklatáns példának tartom, hogy tehát körülbelül mi a jövő útja, és mutogattam zenésztársaimnak is, hogy tehát ezt kell csinálni, ebből lesz a 10 milliós nézettség. Nekünk az összes videónknak nincs 10 akár milliós nézettsége, ha mindent összeadok. Úgyhogy csak az irítség beszél belőle. Beül Zsoli az A8-asba, sercint egyet a Bonanzára. És megvan. Igen. A mostani turné is olyan sok állomásos lesz, mint a tavalyi? Az azt hiszem hát, 4 volt a nyári. Hát tavaly nem turnéztunk. Vagy tavaly előtt volt a négy? Tavaly előtt meg elég izmos koncert mennyiséget. Mikor volt a 4 állomásos turné? A helyzet az, hogy ha az ember egy bizonyos produkció méret fölé jut, akkor jutalomnak éli meg azt a kevés nagy koncertet is, amit adhat. Tavaly lényegében, hogyha a Karcolatok külföldi koncertjét nem számoljuk, akkor a dupla aréna beli előadásunk volt. Most idén azt hiszem éppen a 18. vagy 19. előadásnál tartunk, tehát az eléggé belehúztunk, nem akarom végigmondani, mert felelhető az interneten, de ebben a hónapban április 29-én Pécset fogunk kezdeni, utána mindjárt Londonba meg Zürichbe megyünk, és aztán ilyen kisebb városokat fogunk érinteni, mint Zalaegerszeg, Békés Csaba, Sopron, Eger, Debrecen, Székesfehérvár, Szeged, mondhatom, hogy a 2084 turnénak a sikere az máig hat, az életem talán legsikeresebb, vagy legtöbb ember által látott koncertsorozata volt, több mint 200 000 látták, és emlékszem, hogy volt ilyen a Békés Csabai fesztiválon, amikor lejöttünk a színpadra, és már ott állt a szervező, és alá akarta iratni a következő évre a szerződést, azt nem tudhatta, hogy mi 2014-ben nem fogunk turnézni, mert más terveink vannak, de például hozzájuk visszamegyünk, és gyakorlatilag az összes nagyobb fesztivál hívott bennünket a szép magyar szóval, így hívják ezt, hogy headlinernek, vagy nem tudom, főfellépőnek. Úgyhogy hát nyilván nekik is vannak elvárásaik felénk. A közönség is várja ezeket a bulikat. Tudunk a vidéki jegyfogyásokról, például Zalaegerszeg az kiemelkedő, egy budapesti bulinak is estére válna, hogy Zalaegerszegen fogynak a jegyek, tehát sokat vár tőlünk a közönség, és hát magunk az ember is vannak elvárásaink, úgyhogy ezért készülünk. Na most ugye a dal címe Ébredj mellettem, és akkor ugye van egy ember nyilván, akinek a kapcsolatára minden sokat fogadnak téged, állandóan róla kérdeznek, hogy esetleg ez egy békülékeny jobb kéz Intinek? Nézd, az ő konga játéka mindig is megindító volt számomra. Igen, a válasz röviden. Aha, és erre utal a Törzsi Dob is a dalnak a közepén, nem? Hát igen, tulajdonképpen azt hittem, hogy ez egy nagyon finom és belső információ lesz, de most, hogy ez már hullámaink körre adtátok, ezért nagyon hálás vagyok. Most már gyere a coming out-a. Igen. Egyébként, ha már így félig meddig Intin keresztül a Haberról beszéltünk, olyan helyes volt az arénában, én ott voltam, láttam. Lesz egy következő szám egyébként, hogy nagyobb acska gesztenyhez. Olyan helyes volt a Hauber, mondd meg neki, annyira láttam rajta, hogy izgult tavaly a karácsonykor az arénában, de nagyon helyes volt. Átalált a szintine. Nem, tényleg, egyszerűen megható volt, hogy a kéz jellel tartva a tempót egyébként kicsit, mint egy karmester a Haubernak segítettél. Nyilván nem, mintha nem tudnám megcsinálni, csak láttam, egész közelültem hozzátok, hogy szegényként annyira izgult. Az volt ugye az első nagy közös, hogy egyszerűen az tényleg egyik megható volt, nagyon cuki volt, hogy ott te ott segíted őt, mutogatsz, és ő pedig nagy izgalomban, nagyon centrálva próbálja játszani. Ez egy pillanat volt egyébként. Ő eleve egy cuki srác, ráadásul én is voltam ugyanúgy, mint ő, például, hogy ne roncsuk el. Igen, az ott a kézjeleken látszott, hogy diktáltál neki. Én ott voltam egyébként a koncerten, és láttam, hogy korábban értem oda, mint Balázs, és láttam, hogy te kapcsoltad be neki a korgot. Ezt hál' Istennek nem értem, de majd biztos elmagyarázzátok. Tehát a Zsolt nagyon izgult, és ugye a próbákon is kiderült, hogy a Bonanzában bevett szokást folytatja, hogy meretten nézi a billentyűket, és
akkor mondtam, hogy egy kicsit élj a Zsolti jobban, mert kamerák lesznek, közelképeket is adnak róla, tehát egy picit jobban kell dolgozni. És nem szeretném, ha elcsesznéd a DVD-t. Nem erről van szó, hanem a közösség is nagyon reklamálja, hogy hát Zsolt mosolyoghatna többet. És akkor amikor előre jött és ott játszott ezeket a zongorás részeket, akkor kicsit mutattam neki, hogy na ez az körülbelül így dof, és egy kicsit így elmosolyodott. Volt egy félmosolyjal, és amikor jöttünk le a színpadról, akkor azt mondja, láttad, nagyon bestenkeltem magam, és akkor mondom, akkor az voltad? Tehát igen. Néztük végig a fotókat, ami az előadásról készült, és hát a Zsolti egy befelé élő ember, ráadásul egy baromi tehetséges szerző, és aki hozta a képeket, a fotósunk, amikor a 10. olyan fotó volt, amin a Zsolt lényegében ugyanaz az arccal nézi a színpadot. Hát kicsit ezt Steven Seagalosban nyomja, tehát ugyanaz az arc, mint hát, ugyanúgy örül, ahogy sír, de hogy ez egyébként nem baj. Igen, ezt mondta ő is ilyen nagyon pikirten, Haber Zsolt 1000 arca. igen, hasonló. Volt egy rész, amikor ő már játszott volna tovább, te pedig még mondtad neki, hogy várj egy kicsit, hát tapsolnak, örülnek, neked is szól, és még odaintettél, hogy egy kicsit, ne rohanjuk, élvezd, hogy tapsolnak, igen. Igen, ezt úgy hívjuk, hogy tűrni a sikert. Igen, az egy helyes pillanat volt. Jó, meghallgatja ezt a kis dalocskát. Még jó? Nem. Szerintem izgalmas kooperáció. Nagyon örültem neki. A Zsolt kilépett abból a tőle megszokott mederből ezzel a dallal, amit korábban a közönség megszokott. Ez egy teljesen más jellegű nóta. Én nagyon izgatottan várom, hogy fogadja a közönség, úgyhogy adjátok már le. Meghallgatjuk. Üzensz valamit a hallgatóknak? Rajongóknak. Rajongóknak. Hát, hogy rétegesen öltözködjenek természetesen, és fogyasznak sok vitamin. Ákos, meghallgatjuk. Köszi neked, jó munkát, vigyázz magadat. Köszönjük szépen hello. Ákosnak. Ciao, hello. Na gyerekek, ha már ennyit beszéltünk róla, hát ezt úgyse lehet erről semmit mondani. Nyilván egy előadó... Csinálni, semmit ellene. Ne hallgassuk meg. Mit mondana a saját daláról? Nehéz erről bármit is mondani. Úgyhogy meghallgatjuk Ákos legújabb maxiát. Ébredj mellettem, ez a dal címe. Hol az öngyújtó? 9:30, 4 perccel itt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 2 perc múlva. Ákos, ébredj mellettem, ez volt új dalának a címe. Többen kérdeztétek, akik lemaradtak a beszélgetésről, hogy hú de jó, Ákos, mi az új dal címe? Ébredj mellettem. Lassabb kis dalocska, de hát már a címe is ezt sugalta, hogy ez egy kicsit ilyen lassabb, romantikusabb, érzelmesebb dal lesz. Ez Ákos legújabb dala, vagy ez volt. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt ma szó. Miről is beszélgettünk. Ugye a sorozat rajongók tudják, hogy ma nagy napot ünnepeltünk, egy várva várt sorozat újabb fejezete indult ma el, ugyanis hát bemutatták a Trónok harcát, és kicsit szomorúak vagyunk, mert 4 rész felkerült, nem túl jó minőségben, ráadásul persze ebben letölti, megnézi, mert nagyon várja, de erről beszélgettünk, hogy jó vagy nem jó, hogy ilyen hamar felkerülnek már. Ugye valahogy a sajtónak kiadtak megnézésre egy-egy részt, és ezt utána valaki nem túl szép módon feltette az internetre. Felhívtuk Bruzsit, aki többek között a Trónok harca sorozatot is fordította. Egy kicsit belenéztünk az ő életébe, hogy miért csinálja, hogy megy a fordítók élete, milyen kópiából dolgoznak, és leginkább tényleg az, hogy miért. Egy ország várja, hogy fordítsák le, aki nem szinkronosan nézi mondjuk az HBO-n, de hát csupán emberi jószolgálatból teszik mindezt. Nyilván szeretik. Pénzt nem kapnak. Igen. Az ember a legenda mögött. Ez volt a rovatnak. Így van. Bruzsival beszélgettünk. A House of Cards, Homeland, Trónok harca, aki nagy sorozat függő tudja, hogy mik ezek a sorozatok. Ő ezeket fordította többek között. Szóval vele beszélgettünk, valamint egy olasz idegsebész ötletéről is, miszerint ő azt mondja, hogy jövőre szerinte lehetséges a fejátültetés. Egy olyan ember kereste őt meg, akinek a feje, az agya egészséges, viszont izomsorvadásos betegségben szenved, és az olasz doki azt mondta, hogy jövőre nagy orvosi tímmel sok-sok milliárdból elvileg meg tudja csinálni, hogy az ő fejét átteszi egy donor testre. Hát ez mindenféleképpen izgalmas, hogy ez létrejöhet. Erről beszélgettünk laikus módon, próbáltuk elképzelni, hogy ha mi hárman fejet cserélnénk, az mekkora kicsesztés lenne mind a hármunkkal. És aztán felhívtuk dr. Székely György idegsebészt, mondja el nekünk, mennyi ebben a racionalitás, mint kiderült egyébként nem sok. Ugye? Tehát nem, jelen, mondta, pillanatban nem, jelen pillanatban nem erre még nem sok. Nem sajnos, pedig a Sevestyén család már reménykedett, hogy drámai módon csökkenni fog majd az ökológiai lábnyomukon. Egész nem csak zokni stoppolok, majd igen, a gyerekem nem érti, hogy miért. Szóval erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc múlva pontosan
10 óra, jó reggelt kívánom mindenkinek. Azért ez érdekes, nem, hogy milyen kísérletek zajlanak. Oké, hogy még 50 év múlva nem sikerül, de mi van 50 év után, igen? Vagy 100 év után? És aztán elindul a valjárás, a gazdagok majd átteszik fiatalabb. Tehát minden, amit a filmben már egyszer láttál, hogy valaki vászorra vitte, az előbb-utóbb minden realitássá válik, nem? Fejét ültetés. Ez 50 év múlva már a John Woo megcsinálta, hogy az arcát ültetés, Travolta, Nicolas Cage, fejét ültetés. Tehát minden, amit előre jeleztünk, az előbb-utóbb valahogy valósággá válik. Érdekes lesz, ha létrejön majd. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! És mi van akkor, ha már működik, csak minket altatnak? Érted? Tehát mi, aki ilyen nagyon kis porszemek vagyunk, nem tudunk róla, és közben meg mások meg már rég használják, a kiváltságosok, a kiválasztottak. Minek is szól hétvégén? Aha. Mondtam vagy már, miért nem józanodsz ki hétfőre? Állítólag nemzetközi vizeken járnak olyan hajók, ahol már klónozott gyerekek járnak iskolába. Azért ne higgyünk el mindent, nem? Lehet, hogy egy saját bolygójuk van ezeknek, érted? És már rég elhagytak minket. Meg itt gondolkodunk, hogy hogyan lehetne mégiscsak ezt az örök életet. Sok volt a trinyó hétvégén megint. LSD, elarohadt anyját. Nem, csak ilyen könnyen felvettem a ti ritmusokat, látjátok? Igen. Milyen volt? Tudtam, hogy bejöttem. Mit csináltál ebben a jó időben? Te mindig kerti parti, gyerek seregek közepette mulatod az időt, mi volt? Most nem volt kerti parti. Én olvastam már korábban a különböző közösségi hálókon, például a Feriről, hogy hetekkel korábban már megkezdték a kiülős szezon, tehát hogy elmegyünk valahova is, kint eszünk, és ennek tettünk mi is eleget ezen a hétvégén, hogy most volt lehetőségünk arra, hogy elmenjünk, és a Dunaparton egy jó halat, halászlét, hekket, pontszeletet. Sokan voltak? Hát szerintem embertelen tömeg volt. Ezért mondom nektek mindig, Szúnyogsziget. Mi vasárnap mentünk, amikor ugye semmi más nincs nyitva. És panaszkodtak is az eladók, több ilyen helyszínt is végigjártunk, hogy már szombaton a jó idő hatására annyian voltak, hogy mindenük elfogyott, így aztán szombaton este még az zárás után egy gyors kapkodással be kellett vásárolni, hogy vasárnap is ki tudjanak nyitni. De hihetetlen tömeg. Igen, lépni nem tudsz. Jó az egész római, meg a hekkező minden, de hogy vagy hétköznap mész, akkor jó, hétvégén ott embertelen. Órák van, jó, hogy másfél-két órát vársz a hekkel. Nincs annyi egy hekbe szerintem. Tehát akkor inkább éhesen fekszem. Nagyon jól csináltuk, időben mentünk, és egy olyan helyen álltunk meg, ahol szoktunk, ahol nincs olyan nagyon nagy tömeg, de jó a hek. De azért várom, a Feri már mondott egyet, meg a további tippeket, hogy hova lehet még elmenni egy jó hekre a római kívül. Igen. Hívjuk a nap hallgatóját. Ja, meg persze voltunk focizni a sáncokkal, de hát az... Gyakorlap. Az mindig van. Hát ez... Ez az. Hétfő reggeli bugi. Tényleg nem mondtam meg. Ugye, hogy gyűlöltek? Hello, Feri, Csabi, Jani, Balázs. Hát ez az igen tessék, hogyha a Morning Show lett volna. Bizonyám. Mi vagyunk. Nem írtad alá, hogy hívnak? Sziasztok, Feri vagyok. Feri, hát te lettél volna. Illetve pontosabban vagy a naphallgatója, csak kaptál volna ajándékcsomagot, ha mondod, hogy Morning Show. Basszus, egyáltalán nem számítottam rá, tehát ne arra kutyatok. Mikor küldted? Ez utolsó egy órában volt a témánk, vagy előtte egy kicsit? Kettőt is küldtem, melyikre gondoltok, az a baj, most így nem tudom. A 853-as robotzsarus. Ja, azt, amikor még beszéltetek azzal az úrral, akit felhívtatok, hogy az a saját ültetéssel kapcsolatban. Igen, igen, igen. Igen. Hát kicsit mindegy is már, hogy mit írtál akkor. Hát igen, sajnos nem számítottam. Viszont vigasztaljon a tudat, hogy ha meghallgatod a reklámblokkunkat, ott azért kapsz egy-két ajándékot, ha mi már nem tudunk neked adni. Van néhány plusz ajándékod, vagy lesz, hallgass meg, hogy mit nyertél. Jó, rendben, mindenképpen, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Hát én most éppen Baján vagyok. Baján. Úton. Így van. Nagyon klassz. Jól van, küldjünk egy kicsi ajándékot, hallgass meg. Köszi, hogy minket hallgass, nem mondtad legközelebb. Jó? Jól van, rendben, köszönöm nektek. Ciao. Hello. Hello. Hello, hello. Csabi Kám, remek zenék? Képzeljétek el, pénteken már mondtam, de most akkor be is indítom a One Republic játékot, világsztárok érkeznek, nem csak a Class FM-re, hanem szó szerint megérkeznek Magyarországra majd júniusban, 7-én itt fognak koncertezni, és erre a bulira páros belépőket lehet nyerni, ma 5-öt, sőt egész héten minden órában a Kívánság műsorban, mindegy 50 jegyet fogunk ki kiosztani a hallgatóknak. Csak sőt, nálad? Csak nálam. De érdemes lesz figyelni majd a Klassz honlapot, meg a Klassz FM Facebook oldalát, hiszen ott is megy a játék, ott is lehet jegyeket nyerni a későbbiekben. Plusz
meg lehet nyerni a lehetőséget csak úgy az online oldalainkon, mint itt a Kívánság műsorban, hogy valaki személyesen találkozzon a csapattal. Ez jól hangzik. Egy úgynevezett meet and greet, ezt majd pénteken fogjuk kisorsolni, de hát már most érdemes figyelni, mert hát ugye most dől el, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik mehetnek. Jól van. Csabi, jön a Kívánság műsorra, hallgassátok a részleteket. 555-55-00 ez a telefonszáma, ha szeretnétek dalt kérni. Elmondtunk mindent. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Csá, hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.